Köszöntöm Önöket a Kistelekvárosi Televízió április 5-i adásában. Kérem, tekintsék meg képes műsorismertetőnket. Április 14-én indul el a Kezdők és Újrakezdők címmel 8 alkalmas kisvirág amatőr útrafutó által szervezett futóprogram. Őt kérdeztük a részletekről. A harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Kezdők és az Újrakezdők futásait Kisteleken. Ennek részletéről kérdezem Kisvirágot. Először is köszöntöm Önt. Mit tudhatunk erről a futásról, és milyen célra indítottátok? Ezt a futást én magam szervezem, idén már harmadik alkalommal. Nem edzőként, tehát én nem futóedző vagyok, hanem egy nagyon lelkes amatőr ultrafutó, és hát nem titkolt célom az, hogy minél több emberrel megismertessem a futást. Elsősorban azokat szeretném hívni erre a futásra, akik már régóta gondolkodnak azon, hogy szeretnének elkezdeni mozogni. Itt a 30-as, 40-es korosztály az, aki leginkább érintett szerintem. Én is 37 évesen kezdtem el futni, és tudom, hogy nagyon-nagyon nehéz egyedül elkezdeni, és a motivációt is fönntartani. Úgyhogy mindenkit bíztatnék arra, hogy soha nem késő. Az itteni futóversenyeinken is láthatták a kistelekiek, hogy volt, aki 70-80 éves korában kezdett bele a futásba. Úgyhogy igazából nem kifogásokat kell keresni, hanem meg kell ragadni az alkalmat, és én erre szeretnék alkalmat adni most minél több kistelekinek. Aki ugye eldöntő részt szeretne ezen venni, milyen gyakorlatokat, vagy hogy kezditek egy ilyen futásra való felkészülést? Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem mint egy iskolai tanórát, ahol futni kell egy Cooper-tesztet, és halálosan fáradtan fogunk hazatérni, hanem tényleg az alapoktól fogjuk kezdeni, és az alap egy futóiskolában, mert hogy ez egy nem titkolt cél, hogy futóiskola legyen, tehát az alap egy futóiskolában az, hogy megtanuljunk helyesen gyalogolni. Tehát maga a gyaloglás is nagyon fárasztó, úgyhogy egy gyaloglás és kocogás gyakorlattal fogunk kezdeni, és a szándékom az, hogy kb. 8 hét alatt, aki rendszeresen járni fog hozzám, illetve elvégzi azokat a feladatokat, amiket a hétre én természetesen ki fogok mindig adni, azok kb. 5 kilométert le fognak tudni futni, tehát egy két hónapnyi intenzív edzés után. Ez a program mindig vasárnap lesz, minden vasárnap a vásártéren várom a futókat. 16 órától 17 óráig fog tartani, és egy fokozatosan felépülő program. Tehát azt javaslom, hogy célszerű minél hamarabb becsatlakozni, hiszen egyre nehezedni fognak majd a feladatok, de egy 3-4 alkalom után is még érdemes akár az újaknak is jönni és próbára tenni magukat. Ugye említetted, hogy 30-40-es korosztályt szeretnél ezzel megcélozni, de gyerekek is jöhetnek, és idősebbek is inkább, vagy csak ez a középkorosztály? Azért említettem ezt a korosztályt, mert úgy látom, hogy elsősorban bennük van igény arra, hogy elkezdjenek mozogni, ugye utoljára talán az általános iskolában, középiskolában volt lehetőség, de éppen ma állítottak meg a boltban egy idősebb hölgy, aki már bőven túl van ezen a korosztályon, viszont nagyon-nagyon szeretne jönni. Neki is elmondtam, és a többieknek is. Mindenképpen javaslom, hogy abszolút lehet később is kezdeni. Tavaly is voltak idősebb futóink, sőt, mindenképpen gyerekbarát programot szeretnék. Tehát aki édesanyaként jön, és esetleg gondot okoz, hogy a gyermekei hol legyenek ez idő alatt, hogy a vásártéren abszolút van rá lehetőség, játszótér. A gyerekek nagyon jól el tudják egymást foglalni erre az egy órára. Tavaly is mindenki hozta a gyermekét, úgyhogy tényleg egy családi program, bátran lehet jelentkezni és jönni. Mikor lesz az első alkalom, és hogyan tudnak erre jelentkezni, akik szeretnének menni rá? Április 14-én vasárnap lesz az első alkalom, tehát 16 órakor. Nekünk van egy kis Facebook csoportunk az itteni futóknak, ez a Run Kistelek néven fut, de egyébként meg is hirdettem egy eseményt, kezdők és újrakezdők futásra ezen a néven találják meg a Facebookon. Illetve engem is nyugodtan meg lehet állítani az utcán, nagyon sokan ismernek és meg is állítanak ezzel kapcsolatban. Facebookon is nyugodtan lehet keresni, de elsősorban Facebookon lehet a legfontosabb információkat megtalálni. Azért itt szeretném elmondani nagyon röviden, hogy abszolút nem igényel különleges felkészülést azt, hogy erre a programra eljöjjenek. Egy cipő azért legyen, tehát ne tornacsukában kezdjék el ezt a történetet, de egy teljesen egyszerű kis edzőcipő bőségesen elegendő. Mindenki hozzon egy kis vizet magával, egy törő között, és nem kell más. Tehát ennyi elegendő is lehet csatlakozni.
A jövőben még milyen rendezvények várhatóak a te szervezésedben? Én magam szervezek még egy közösségi futást június 23-ára, tehát egy Szent Ivánéi futás lesz, ez este 9 órakor fog kezdődni, szintén a Facebookon lehet majd ezzel kapcsolatos információkat találni. Ez szigorúan közösségi futás, tehát nem lesz befutóérem, nem lesz frissítés, hanem egyszerűen csak összejövünk és együtt fogunk futni, ezt szervezem. Illetve van egy sportegyesületünk, aminek én is a tagja vagyok. Ezzel a sportegyesülettel több rendezvényünk is lesz. Amit itt kiemelnék, az november 16-án lesz a második kisteleki 6 órás köröző. Ugye tavaly már nagyon nagy sikerrel zártuk az előző rendezvényt, az nyáron volt. És a második kisteleki 6 órás körözőre az ultrafutás szerelmeseit várjuk. Tehát ez egy 6 órás verseny, egyéniben is lehet indulni, de kétfős csapatokat is várunk. Az ország minden részéről jöttek tavaly is, és rengeteg kistelek, illetve kistelek környéki versenyző is volt. Aki most elkezdi a kezdők futását, az egy későbbi csapatversenyben már azt gondolom, hogy elgondolkodhat, hogy akár novemberben csatlakozhat is hozzánk, úgyhogy ezzel is csak biztatnék mindenkit. A TESZED országos akció keretein belül kisteleken is személygyűjtést szerveztek. Az eredményekről kérdeztük Kácsol Pétert. Az országos TESZED akció keretein belül kisteleken is személygyűjtésre került sor. Ennek részleteiről kérdezem Kácsor Pétert. Először is köszöntöm Önt. Mit tudhatunk erről a személygyűjtésről? Köszöntöm én is a Kistelek Városi Televízió nézőit. Hát ez egy országos mozgalom, most már jó pár éve megrendezésre kerül, korábban is csatlakoztunk már ehhez, és az idén is. Mindjárt előjáróban elmondom, hogy igaz, hogy a Polgárőr Egyesület regisztrált, de a Városvédő Szépítő Egyesülettel együtt vettünk részt ezen az akción, ami nevünk alatt, ami regisztrációnk alatt futott, de ők is természetesen kezdettől fogva, és magán az akció napján is benne voltak aktívan a személygyűjtésben. Szombati napra 23-ára terveztük a kisteleki személygyűjtést, végül is 19-en jöttünk össze, ebből 10 fő a Polgárőr Egyesületet képviselte, 9 pedig a Városvédő Szépítő Egyesületet. Előzetesen fölmértük az igazán problémás helyeket, és 4 helyszínt jelöltünk ki. Ebből egyik helyszín a papfenyvesés környezete volt, itt besegítettek a gimnazisták, ők pénteken a játszótéren már gyűjtöttek szemetet, maradt igazából ott papfenyves környezete. Hát ott hozzá is teszem zárójelbe, hogy oda még majd vissza kell menni. Tehát ott még sajnos van mit csinálni. A másik helyszín a kábelgyártó kifelé az Ópusztaszerű út két oldala, illetve ha kifelé megyünk, akkor jobb oldalon az út mellett ott van egy akácerdősáv, és az Agropark bejáratáig. Azt a szakaszt jelöltük ki második helyszínnek. Harmadik helyszín a régi benzinkút helye volt, az ötös út bal oldalán, hogyha Szeged felé megyünk, ott is van egy erdősáv az út és a kerékpárút között. Ott is volt még olyan szemét is sajnos, amit nem is bírtunk így zsákokba rakni. Ott az önkormányzat segítségével azt a hulladékudvarba kiszállítottuk hétfőn. Illetve a negyedik helyszín a városvédők helyszíne volt, azt ők vállalták, ez pedig a vásártér, az mondjuk kevésbé volt problémás. A vásártértől kifelé a szennyvíztelepi út két oldala, főleg a jobb oldala, ahol nem olyan régen volt a tűzeset is. Ott gyűjtöttek ők 15-20 zsák szemetet, nem számoltam meg végül is, hogy mennyit vittünk el. Na, de ott is van még mit csinálni, mondjuk az egy viszonylag nagyobb terület, tehát oda majd még kell szerveznünk egy akciót biztosan. A régi benzinkút, illetve az a csapat, aki ott dolgozott, annak még a napelempark és a transformátorállomás közti út, ami a Kenderföldsor felé tart itt a városnak az északi részén. Ők azt a területet is bejárták, onnan is összegyűjtöttek 5 zsákkal, ha jól emlékszem. Úgyhogy így azt gondolom, hogy viszonylag nagy területet bejárva, jelentős mennyiségű 70 zsák, kb. 70 zsák szemetet gyűjtöttünk össze, de még egyszer hangsúlyozom, hogy van még mit csinálni, és azt beszéltük a többiekkel, hogy nem kell ehhez országos akció, kukászsák kell, meg segítőkéz, meg egyeztetés a hulladékudvarral, hogy mikor lesz mód kivinni, illetve mennyi mennyiségű szemetet egyszerre. Majd ezeket lebeszélem, és hogyha erre van kapacitás a hulladékudvar részéről a befogadásra, akkor folytatjuk még ezt a programot a jövőben is, mert van még a tudomásunk, sajnos jócskán olyan hely, ahol van még mit csinálni.
Március 28-án sajtótájékoztatót és ezzel egybekötött üzemlátogatást tartott a Nemeskert Kft. Erről készült felvételeinket tekinthetik meg. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit itt a mai üzemlátogatáson, amely ugye a Csongrád megyei foglalkoztatási paktumban valósul meg. A Csongrád megyei önkormányzat, a Csongrád megyei kormányhivatal és a Csongrád megyei kereskedelmi és iparkamara szervezésében. Mai vendéglátunk a Nemeskert Kft., amelyért nagyon hálásak is vagyunk. A mai programunk célja ugyanaz, mint amelynek Móra Hallon is volt hétfőn, hogy az álláskeresőknek test közelből mutassuk azokat az állás lehetőségeket, amelyeket a kártyák is betölthetnek, illetve megismertessük velük azokat a munkakörülményeket, amelyek talán számukra még nem is ismertek, illetve hogy mennyire haladt előre egy technológia egy cégnél. Külön köszöntöm dr. Juhász Tünde kormánynak bizottasszony, dr. Kovács Beáta asszony, a Csongrád megyei önkormányzatok elnökét, Horváth Gábor Zsolt kollégámat, a Kamarák szakképzési vezetőjét, Nemesmegyé Vasondra asszony, a Nemeskert Kft. Ügyvezetőjét, valamint férjét is, Nemesmegyé Jánosokat is. És először felkérném dr. Kovács Tünde kormánynak bizottasszony, hogy köszönjük velünk gondolatait. Köszönöm szépen, és szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen a lehetőséget a Nemeskert Kft.-nek is, meg a kollégáknak is, akik azért már tudnak kreatívan gondolkodni, és mindenképpen olyan programokat szervezni, ahol ezeknek a támogatásoknak, ezeknek a fejlesztéseknek az értelmezhető eredményét is be tudjuk mutatni. Ugye az én tisztem és dolgom az az, hogy kicsit képre hozzam a jelenlévőket a megyei foglalkoztatás helyzetével, illetve beszéljek néhány szót a foglalkoztatási paktumról. Állás feladatomban elsőként szólok, és el is mondhatnék, de hagyok információt. Az elmúlt 8-9 évben Magyarországon a munkaerőpiaci változások egy abszolút kedvező tendenciát mutatnak, csak pozitív változásokról, folyamatokról tudunk beszámolni, és Csongrád megye az országos átlaghoz képest is kedvező helyzetben van. Ha ezt számokkal szeretnénk alátámasztani, akkor három olyan mutató szám van, amit rendszeresen el szoktunk mondani. Az egyik a foglalkoztatottak száma, mindig a 2010 körüli adatot hasonlítjuk össze a napjaink adatával. Ez úgy néz ki, hogy 26.200 fővel több foglalkoztatott van a megyében a nevezett időszakhoz képest. Tehát ez azt jelenti, hogy az 2018 utolsó negyed évében 182.500 fő foglalkoztatott volt Csongrád megyében, és ez az elmúlt 8 évben több mint 16%-os javulást jelent. Használjuk a munkanélküliségi rátát, mint jellemző adatot. Ez is egy abszolút kedvező mutatószám, 2,9%-os a munkanélküliségi ráta Csongrád megyében, kedvező az országos 3,6%-nál. És a regisztrált álláskeresők száma az a harmadik mutatószám, érdemes még megemlíteni, ez 2010. február és 19. február között úgy alakult, hogy 2010. februárjában 25.500 regisztrált álláskeresőt tartottunk nyilván, az idén februárban ez 18.000 fővel csökkent, tehát 7.600 főre esett vissza, ez 70% körüli csökkenést jelent. A járás adatairól szeretnék beszélni, ugyanezeket a mutató számokat tudom elmondani. Itt Kisteleken is 65-70%-os csökkenést mutat az álláskeresők száma, a regisztrált munkanélküliek száma. Abszolút kedvező folyamat van. 2010. februárjában itt a járásban 1350 álláskeresőt tartottak nyilván a kollégáink, ez mostanra 463 főre csökkent. Ha ezeket az adatokat tovább szeretnénk elemezni, akkor talán nem túlzás azokat a kijelentéseket megtenni és elmondani, hogy ma azért, aki dolgozni szeretne, az tud. Illetve, hogy
talán minden területen, minden ágazatban munkaerőhiányra küzdenek a vállalkozások, és én azt tapasztalom, azt látom, hogy egyre inkább átértékelődik a végzettség, a képzettség. Nyilván nagyon fontos, hiszen kell valami alapkompetencia mindenkinek, de nagyjából a motiváltság, a nyitottság valami újnak a megtanulására előhelyezkedik, milyen végzettséggel, a képzettséggel érkezik az adott munkavállalatának, abban dolgozni, egész biztos, hogy talál és tud is magának álláshelyet találni. Köszönöm szépen, és végül nem utolsó sorban a Nemeskert Kárpát részéről kérném fel Andrát, hogy kontrolgál és a mai találkozónak, csak meg illetve utasd meg is a céget is, mit láthatunk a pontosan. Megtiszteltetés számunkra köszönteni üzemünkbe önöket. Férjemmel Nemesnek Jánossal, mi második generációs a családi gazdaságállunk itt most önök előtt, és képviseljük a teljes családunkat. A kertészeteink Csongrád megyében találhatóak meg, Bakson forráspontok és Balástyán, illetve forráspont mellett ülés irányában. A kertészeteink fő profilja elsősorban a paradicsom termesztés, modern geotermális energiával megfűtött biológiai növényvédelem mellett megtermelt különböző típusú méretű színű vevőigényeket kielégítő paradicsomokat termelünk itt Csongrád megyében, és az ott megtermelt árut pedig itt Kisteleken, ahova 2014-ben hozott a sors bennünket, amikor is elkezdtünk közvetlenül a multi-hiper és szuperközpontáruházakba szállítani. Jött az igény, hogy egy auditált telephelyet tudjunk biztosítani ezeknek a tevékenységeknek az összefogására, és ha már összefogás, akkor meg kell említeni mindenképp akinek a KFT-nket is, amire büszkén mondhatjuk, hogy az elmúlt 5 évekig termelő csoport vittünk végig, és 2019. január 1-től a Tribeca KFT-nk is egy 10 minősítés elismerést kapott a minisztériumtól, ahol 15 termelő taggal, 3 megyéből, 3 nagy termelő családnak az árumennyiségét fogjuk itt össze. A tavalyi évben több mint 7000 tonna paradicsomot csomagoltunk le ebbe az üzembe. Most még egy kicsit kényelmesebben vagyunk itt bent, hiszen mi a saját termékeinket csomagoljuk, nem felvásárolunk és nem importálunkból dolgozunk, hanem csak is az általunk megtermelt, minősített, kiváló paradicsomot igyekszünk a magyar vásárlóknak eljuttatni. És itt vagyunk a szomszédban, úgy gondolom, hogy ennél nagyobb felelősség talán nem is lenne a vállunkon, és ebben a csarnokban pedig előkészítjük mindazokat a termékeket, amik utána nap mint nap megjelennek a magyar vevőknek az asztaljai. És bízunk benne, és azon dolgoznak, hogy szolgálhasson a kollégáink, hogy ne okozzunk csalódást, hanem valóban úgy érezzék, hogy amit úgy kifizettek, azért a legjobb élményteremünk, hogy értéket kapják meg egy termékben. A kertészeteink, ami a nemes család részéről büszkén mondható, hogy a vidékfejlesztési pályázatoknak köszönhetően 2018-2019-es évben több mint 7 hektárral bővültünk, tehát még 13 hektárral dolgoztunk 2018 legelején, addigra erre az évre már több mint 20 hektárról szedünk a paradicsomot, és az idén, illetve a jövő év befejezésével és beültetésével további 7 hektárral fog nőni a területünk a paradicsom termesztés tekintetében, tehát a jövő évben nekünk is jó nagy feladat áll előttünk, hogy mindezt le tudjuk vezetni, akár itt értékesítés, akár termelés szempontjából. Tehát összességében a Tribeca Kft-t, ahogy a többi tagjainkat is említsem meg, hiszen a mindennapjaik összefordnak, közel 45 hektárról fogunk termelni, mint paradicsomot, mint ugortákkal lépen, és kiváló minőségű kalifornyai paprikát. A kertészeteink a 20 hektáron jelenleg több mint 200-250 foglalkoztatottat alkalmazunk nap, mint nap. Igen, mi is érezzük ebben a számoknak a súlyát, amit önök itt elő betintettek az előtt. Igen,
munkaerő hiányunk van nekünk is. Nap mint nap, évről évre azzal küzdünk, hogy nehezen tudjuk föltölteni még azokat, amit üresen állunk, és főleg a bővítések által kialakult munkahelyeket, amit pedig egy nagyon egyszerű munkafolyamat lenne egy betanított segédmunkás részéről elvégezhető, egy műszakban elvégezhető, ami nem egy utolsó hátrányos számítéket. Úgy gondolom a mai világban, hogy mindent megtanítanánk, és mindenben partnerek tudnánk lenni. És a versenyképes fizetés mellett én úgy gondolom, hogy mindaz a korrektség és a munkavállalóhoz való viszonyunk, amiben igyekszünk minden nap partnerek lenni velük, az sem egy utolsó szempont. Szerencsére büszkén mondhatjuk el, hogy kertészeteinkben fluktuáció minimális, talán ez köszönhető annak is, hogy próbálunk tényleg partneri és emberséges viszont kialakítani a hétköznapokban, és egymásra tekintettel lenni, és úgy partnerként kezelni egymást, és maximálisan segítve ezzel a kérdéseket, mint pedig a mindannyiunk munkáját és megértetésében. Náldas égett március 28-án este Balázs-Csa külterületén. 1000 négyzetméteren csaptak fel a lángok. A tüzet a kisteleki és a szegedi hivatásos, valamint a balázs-csai és a kisteleki önkéntes tűzoltók közös erővel fékezték meg. Személyi sérülés nem történt. Március 31-én vasárnap három helyen égett a kiszáradt aljnövényzet Csongrád megyében. Balástyán, Szikáncson és Szegeden égett a száraz fű, a szegedi, a kistelki és a hódmezővásárhelyi hivatásos, valamint a balástya és a kistelki önkéntes tűzoltók folytották el a lángokat. A tűzesetekben senki nem sérült. Tisztelettel köszöntöm a televízió nézőket. A kisteleki rendőrkapitányság illetékességi területén az elmúlt időszakban az alábbiakról tudok beszámolni. Március 17-én a kisteleki rendőrkapitányság közterületi szolgálatot ellátó rendőrei megjelentek egy kisteleki lakcímen, mivel felmerült a gyanúja annak, hogy egy közlekedési balesetben az itt lakó férfi vezette a helyszínt elhagyó, balesetet okozó járművet. A férfi a baleset okozását elismerte, a vele szemben alkalmazott alkoholszondás ellenőrzés pozitív értéket mutatott. A férfit a rendőrök előállították az orvosi ügyeletre hiteles mintavétel céljából. Vele szemben büntető eljárás indult. Március 2-án a reggeli órákban Kistelek belterületén közlekedett egy mincenti lakos az általa vezetett tehergépkocsival. Közlekedése során hátramenetben a Kálvária utcára kívánt kitolatni. A hátramenetet járművével szabálytalanul nem kellő körültekintéssel végezte, és ennek során járműve bal hátuljával a Kálvária utcából a kisteleki Ede utcába kanyarodó másik tehergépkocsi elejének ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt. Március 5-én a nappali órákban Kistelek belterületen lévő telephelyről egy szentesi lakos az általa vezetett tehergépkocsival hátramenetet hajtott végre a Rákóczi utcában az úgynevezett ipartelepi útra. A hátramenet végrehajtása során nem győződött meg a közút forgalmáról, és nem adott elsőbséget a közúton vele jobbról a Rákóczi utca irányából közlekedő másik tehergépkocsinak. Ennek okán neki ütközött. A baleset során személyi sérülés nem történt, anyagi kár keletkezett. Március 7-én az esti órákban Kistelek belterületén lévő kerékpár úton közlekedett egy ópusztaszerű lakos, az általa vezetett gépi üzemmódban üzemeltetett, kivilágított robbanó motoros kerékpárral. Kistelek irányából ópusztaszer irányába közlekedett, láthatósági mellényt nem viselt. Haladása során egy tanya előtti útszakaszon hirtelen észlelte, hogy vele szemben a kerékpárúton egy kivilágítatlan és láthatósági mellényt nem viselő kerékpáros közlekedik csellengve. Az ütközés elkerülése érdekében járművét balra, a tanya kertjébe kormányozta, ahol a kert végénél lévő drótkerítésnek ütközött. A vele szemben közlekedő csellengő kerékpáros szintén elesett.
baleset során személyisérülés nem történt. Március 26-án a délelőtti órákban Balástya belterületi kerékpár útján közlekedett egy hölgy a kisfiával, külön-külön kerékpárral. Haladásuk során a Rákóczi utcában egy kapubejáróhoz érve, az onnan kihajtó gépkocsi vezető figyelmetlensége miatt a kerékpározó gyermeket gépkocsijával elsodorta, mely során a gyermek könnyű sérüléseket szenvedett. Ingyenes kerékpárregisztrációs lehetőséget biztosít a Kisteleki Rendőrkapitányság a Bike Safe program keretében, a Kisteleki Rendőrkapitányság épületében a Petőfi utca 2 szám alatt április 5-én pénteken 14 és 18 óra közötti időben. A regisztrációhoz kérjük hozzák magukkal kerékpárjukat, személyazonosító igazolványt és a kerékpár tulajdonjogát igazoló valamilyen iratot, számlát, nyugtát, blokkot, adásvételi szerződést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Március 29-én a Hősök keresztútjához vonultak a kistelki hittanos gyerekek. Az erről készült felvételeinket tekinthetik meg a következőkben. Péntek van, nagy pöly. Jézus ekkor minden nemzetnek világ megváltójává vált. Nekünk magyaroknak is. Most mi a Hősök keresztútjához megyünk, hiszen ők is nagyon sokat tettek magyarságunkért. Kérek mindenkit, hogy imádságos lélekkel, hangos énekkel kapcsolódjon be a keresztútra, és jöjjön velünk tiszta szívvel. Jézus teljes királyi díszben állították Pilátus elé. A mindenkori igazságszolgáltatás, gyalázatos megcsúfolása Pilátus ítélete. Nincs semmi bűne, de kezükbe adá őt, hogy megfeszítsék. Nincs kegyelem. Aki mindenkinek kegyelmezett, annak számára nincs kegyelem. Ki érti ezt? Jézus az utolsó szó jogán hallgat. Elmondott már mindent, amit el kellett mondania. Nem méltatja szóra a hitványságot, a jellemtelenséget, az igazságtalanságot. Népünk, hazánk is, mi sokszor állt Jézushoz hasonlóan megcsúfolva,
tövissel koronázva, megbilincselve a történelem ítélőszéke előtt. Verőlegényektől összeverve, leköbdösve, bűnös nemzetnek kiáltanak ki bennünket, mert mint a kis népeket belehajszolták a biztos pusztulásba, háborúkba, donkanyarba, ahol tízezrével haltak meg véreink. És amíg a győzőknek, hóhéreinknak állítottunk drága emlékműveket és koszorúztuk sokáig azokat, addig a hóban, télben megfagyott magyarok, akik hazájuk védelmében mentek oda, ahová hajtották őket, egy fejfát sem kaptak. Mintha bizony jókedvükben mentek volna megfagyni, meghalni. Jézus keresztjénél sem a szegetverő legények voltak a legbűnösebbek, hanem azok, akik kezükbe adták a kalapácsot és a vasszeget. A mi magyarjainknak is idegen hatalmak adták a fegyvert a kezükbe. Trianonban meg sem hallgatták a magyar küldötteket. Fejünk felett nélkülünk ítélkeztek. Amint Jézus perében is előre elhatározták, hogy meg kell halnia, úgy határozták el a mi országunk szétszakítását is. De még nincs vége a történelemnek. Egyszer majd Jézus és Pilátus helyet fognak cserélni, és kiderül, hogy ki volt méltó a halálra. Jézus-e vagy Pilátus? Magyar népünk-e, vagy igazságtalan bíráink? Sokszor halálra ítéltek bennünket a történelem folyamán, és sokszor megácsolták a magyarság és a kereszténység akasztófáját. Vádolják és gyalázzák határainkon kívüli magyar testvéreinket még most is. De ott állnak mellettünk védőszentjeink, égi édesanyánk Mária, szenté avatott és még szenté nem avatott magyarok, férfiak és nők, világiak és a szerzetesek. A koncepciós perekben halálra ítélt, ki nem végzett és kivégzett magyar véreink, akik a 301-es parcellában nyugosznak, most már virágos sírok alatt, de sokáig csak névtelen sírokban. Egyszer majd ők is elmondják védőbeszédüket az utolsó szó jogán. Szánd meg Isten a magyart, kit vészek hányának. Nyújts feléje védőkart tengerén kínjának. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is. Szent István a hagyomány szerint kettős keresztet kapott a pápától. Ez azt jelenti, hogy apostoli királynak tekintették, aki népét bekapcsolja majd a nyugati keresztény közösségbe. A kettős kereszt azt is jelentheti, hogy két keresztet kell hordanunk, a magyarság és a kereszténység keresztjét is. Történelmünk során sokszor nehéz volt magyarnak és kereszténynek lenni. A török hódoltság idején nádasban kellett bujdosni annak, aki magyar és keresztény akart maradni. Bűn és kereszt volt 1848-ban magyarul beszélni és érezni. Vitófa várt legjobbjainkra, akik szabadon akartak élni, halni. Bűn volt 1945 után kereszténynek egyáltalán vallásosnak lenni. Az ateizmus, az egyházüldözés, az egyház híveinek lelki megnyomorítása volt a keresztünk, amelyet fel kellett vállalnunk. Júdások lettek magyarságunk, kereszténységünk üldözői, megrontói. Világiaknak és papoknak vállalni kellett az egyházüldözés legnehezebb és legmegalázóbb keresztjét is. Ateisták és lelki nyomorultak ütötték, verték, rugdosták főpapjainkat, papjainkat és legjobb, legbátrabb híveinket. 1956-ban bűnös volt szabadságharcunk, és leverve azt ezrek kerültek Vitófára fegyverek felé. Nehéz keresztek hordozásának nehéz idői voltak azok, de vállaltuk és vittük. Nem lett mindenki áruló, és nem bújt el mindenki ezelőtt. Elmúltak ezek az idők is. Jöttek, és vannak újabb kereszteink. A szegénység, a munkanélküliség, a létért való küzdelem. Saját honfitársaink rakják válunkra ma az idők keresztjeit.
Amíg néhány ezren az aranybórjú körül táncolnak, addig sok ezer és százezer magyar kénytelen szegényen él. Bánkbán Tiborcával panaszkodhatunk. Ki írja fel keserves könnyeinket? Ó, a magyar se gondol már oly sokat velünk, ha a zsebe tele van, hisz a természet a szegényt maga arra szánta, hogy szülessen, éljen, dolgozzon, éhezzen, sanyarogjon és meghaljon. Aki száz meg százezert rabol, bírája leszen annak, akit a szükség garast rabolni kényszerített. Jézus vállára veszi keresztjét, és mi is, abban a reményben, hogy az ő szeretetével és segítségével bírjuk azt hordani. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Harmadik állomás, Jézus először esik el a kereszttel. Imádjuk téged, Krisztus, és áldunk téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus csetlik-botlik a keresztúton, és el is esik. Vannak, akik kár örömmel gyönyörködnek Jézus bukásán, és kevesen vannak, akik megrendülve látják, és oda szaladnának segíteni, de nem lehet. Jézus felbukik, mert mi egyéni életünkben is, de nemzeti életünkben is bukdácsolunk. Nehéz a kereszt, mert az emberiség bűneinek súlya terheli meg. Mi, magyarok is, bőven raktunk és rakunk terhet Jézus vállára. Ott van a durva, trágár, káromkodó beszéd, amelyből nem hiányzik Isten szent neve sem. Benne van a felfeszített Krisztus is, bemocskoljuk a szánkat az oltári szentség gyalázásával is. A földi édesanya, de a szűzanya szent nevei sem maradnak ki belőle. Folyik a durva beszéd a szánkból, mint azoknak a hóhíroknak, akik Jézust hajtják, szidják és verik a keresztúton. Mennyi bűn, amit Jézus keresztjére raktunk, és rakunk most is. Hát valóban ezt érdemelte Jézus. Ez jár neki azért, mert szeretett bennünket. Elhozta közénk a szeretetet, a békét, élete szép tanítását és példáját. Ezt érdemelte azért, mert életét áldozta értünk, és mert oly sok viszály közt védte, szerette nemzetünket. Zuhanjunk oda a kereszt súlya alatt elesett Jézus mellé, és verjük mellünket a vámossal. Istenem, Jézusom, légy irgalmas hozzánk szegény bűnösökhöz. Bocsánatért esteklünk, káromkodó testvéreink nevében is. Ígérjük, hogy nem bocskoljuk be többé szántat káromkodással, és nem hangzik többé káromkodás az ég felé a magyar földről. Vezekelni akarunk. Édesapák, vigyázzatok! Ne roncsátok meg gyermekeiteket! Ne felejtsétek Jézus szavait, jaj annak, aki egyet is megbotránkoztat a kicsinyek közül. Káromkodás helyett imára, szép, tisztességes beszédre tanítsátok gyermekeiteket. Felelni fogtok értük. Könyörülj rajtunk, Urunk! Könyörülj rajtunk, és a tisztító tűzben szenvedő lelkeken is könyörülj! Tévhitek a madárvilágról címmel tartottak előadást a Kistek Művészeti Iskolában. Az előadóval készült interjút, valamint az előadás részleteit tekintetik meg a következőkben. Ha megnézzük a mai hüllők testét, itt van. Tehát általában a mai hüllők testét is, tehát valamilyen pikkely, odaadom kézbe, adom, adjátok körbe, tehát ilyen pikkelyek borítják, valamiféle szaruképbe, tehát krokodilt, egyebeket természetfilmen biztos láthatok már, tehát egész komoly szarupajzsok boríthatják a testüket, de ha egyszerű kígyónak is megnézzük a bőrét, akkor ha így átfutatjátok az ujjatokban, látjátok, hogy ezért nem egy tükörsima bőre van egy kígyónak, hanem bizony az egy ilyen kis tetőcserépre emlékeztető pikkelyekből áll össze. Nyugodtan ezt is adjátok kézre. Tehát ide vezethető vissza valahol a madaraknak a tollazatának az eredete, tehát ezzel egy analóg képlet, mert az is befedi a teljes testét, a madaraknak is a tollazat befedi a teljes testét, hisszük, de ha már valaki látott, hogy kopasztott csirkét, akkor látjuk, hogy vannak olyan területek a madár testén, ahonnan erednek tollak, és akkor vannak ilyen kopasz sávok között. Tehát
vannak tollas és tollatlan pászták, de a tollazat kifejlődve viszont beborítja a madár teljes testét természetesen, és egy olyan, ha megnézitek szemből, oldalról, hátulról, egy teljesen kompakt védelmet nyújt a madárnak, jöhet eső, szél, bármi, madár szembefordul a széllel, és már meg is úszta. Jön az eső, ráesik egy csöpp víz a fejére, és úgy, mint a tetőcserepeken a vízcsepp, gördül le, és mire elázna a toll, addigra lecsöppen. Azt tudjátok, hogy mivel tudnak még rásegíteni a madarak erre, hogy jól gördüljön a tollukon a víz? Van nekik erre egy speciális. Vaxos kabát mond valakinek valamit? Hát, ahogy a viasz. Tehát impregnálja a tollát, a fartőmirigye a madaraknak, a fartőmirigyén van kettő zsírmirigye, ennek egy kis kivezetőcsöve, a madár ezt szépen a csőrével megnyomkodja ezt a mirigyet, kibújja belőle ez a kis olajszerű folyadék, és tollászkodás közben szépen a tollait impregnálja tulajdonképpen, bekeri ezzel a szekrétummal, amit ezek a mirigyek termelnek. Hoztam egy ilyen kis madárcsompáros, ezt mondta legkönnyebb elhozni, azért hoztam ezt. Ha megnézzük a madarakat, tehát ha egy megnyúzott madártestet megnézzük, akkor ez egy kompakt egység. Madár nem tud így derékból így tekeregni, megforgolódni, mert viszonylag a háti és árnyéki csigolya részek össze vannak nőve. Hát a legdifferenciáltabb mozgást a madarak a nyakukkal tudják végezni, mert az maradt meg egyedül ez a klasszikus csigolyákból álló gerincnek. Ha valaki ügyes közületek, számolja meg, hogy hány csigolyája van. Jó? Ezt is kézre adom. A nyakával tud a madár, illetve végez mindent. Ezzel tollászkodik, ezzel keresi a táplálékot, veszi fel a táplálékot, tehát gyakorlatilag a jó mozgatható fejével tud mindent elvégezni, a komfort mozgásokat, a táplálkozást, és hát van neki mellső végtagja, miért nem azzal végzi? Nekünk is van kezünk, mindent azzal csináljuk, nem a nyakunkat tekerhetjük. Jó, azt elfelejtettem mondani, hogy ne próbálják ki senki. Madarak tudják akár 270 fokba is fordítani a fejüket. Senki nem próbálja ki otthon. Az embernél ez már az élettel összeegyeztethetetlen állapot. Van valakinek tippje? Miért nem a kezét használja a madár? Van neki mellső végtagja, miért nem azzal fogja meg a magot és teszi be a csőrébe? Hát az másra van. Hát az alkalmazkodott a repüléshez, és hát az neki a repülő eszköze. Az, hogy analóg, azt itt mindjárt meg fogjuk tudni vizsgálni egy ilyen közönséges csirkeszárnyal. Hát ez a csirkének a mellső végtagja, és hogyha a saját magunkból indulunk ki, ez a válli születe a csirkének, akkor itt ez melyik, mi ez neki itt ez? Ha az a válla, akkor a felkar. Ez a felkar, és akkor itt mi van a felkar? Könyöke. Ez a csirke könyöke. Mikor megesszük a sűrű csirkeszárnyat, ebbe találunk hány csontot? Kettőt. Ugyanúgy, mint a mi saját kezünkben van az orsó és a sípcsont. Tehát az ott az alkar. És akkor itt tartunk saját magunknál, akkor innentől mik vannak? Igen. Kéztőcsont, kézkövétcsont és az ujjak. A Kisteleki Művészeti Iskolában Nagy Pál, Téfitek a Madár Világról címmel tartott előadást. Először is köszöntöm Önt, mit tudhatunk erről az előadásról, és mikkel ismerkedhettek meg az ide látogató általános iskolások? Én felkérést kaptam erre az előadásra. Úgy tudom, hogy a múzeumpedagógiai órák zömmel néprajzi és régészeti előadásokat fognak tartalmazni, és ennek a, ha nem is egyhangúságát, de legalábbis egy kicsit megtörni ezt a tematikát. Erre voltam én hivatva, és az én ötletem, vagy a tematikám az volt, hogy a velünk élő, a hétköznapjainkban szereplő dolgokra világítsunk rá, amit esetleg
nem tudunk, vagy rosszul tudunk, vagy tévesen tudunk. És hát azzal szembesültem, hogy igen, majdnem mindenkinek tudtam újat mondani, korosztálytól függetlenül. Kicsit így a témáról részletesebben mesélne? Hát először is anatómiai oldalról próbáltam meg a madarakat megközelíteni, és hát ehhez demonstrációnak itt a szomszédboltba vásárolt csirkecombot, csirkeszárnyat használtam föl, és hát ezen próbáltuk meg követni, hogy miből áll egy madár, és mit tudunk mi rosszul erről, vagy mit használunk mi rosszul anatómiai szempontból. Ugye itt általános iskolások vettek részt ezen az előadáson, mit tapasztalt? Mennyire érdeklődtek iránta, mennyire voltak mondjuk azokban a témákban jártasak, mennyire tudtak hozzászólni? Változó volt. Igyekeztem kicsit olyan interaktív módon ezt előadni, nem tanóra formájába. Szabad volt fölállni, körém jönni, igyekeztem kézbeadható szemléltető dolgokat magammal hozni. Az érdeklődés az feltűnően jó volt. Az érdeklődés az mindig nagy volt, és még a tanár, kísérő tanároknak is tudtam néha újat mondani. Nagyon korán elkezdte az emberiséget érdekelni a madárvilág, és hát gondolom, te találkoztál már ilyenekkel, és elég terjedelmes irodalma van a madaraknak, bár a világon körül 8000 és 9000 faj között élnek, de a világ minden táján nagy érdeklődés övezi őket, és hát ahhoz, hogy fölismerjük őket, azért ilyen jó kis határozó könyveket kellett szerkeszteni, ami, hát ez kimondottan európai madarakról, tehát a nálunk megtalálható madarakról szóló határozó könyv. Akinek van szerencséje és be tudja szerezni még ebben a formában, kisteleki vásárban vagy egyéb helyeken, azt tegye meg, mert mindig tanulságos. Aztán adnak ki persze ilyen szép tematikus könyveket, ez mondjuk a világ solymairól szól, ez meg Európa récéről szól, ezt így közleadom, lehet lapozgatni, átcserélni. Vagy tematikusan arról szól, hogy a tojásaikat is fel tudjuk ismerni, mert találunk egy madárfészket, és éppen nincs otthon az anyuka. Hát akkor is azért jöjjük rá, akinek a fészkére találtunk, akkor a tojásoknak gyakorlatilag ahány madár, annyiféle tojás, illetve ha kis csibét találunk, akkor azt is meg tudjuk határozni, ha éppen nincs vele a szülőmadár. Arról mit gondoltok, hogy kinek, tehát ha itt megnézitek az apró madarak tojásait, ezek zömmel, mintásak, pöttyösek, minden. Vannak a földön fészkelő madarak tojásai, azok általában ilyen földbarna, olajzöld, pöttyös, rejtőszínűek. Aztán vannak olyan madarak, akiknek fehér tojásuk van. Kinek praktikus ez a fehér tojás olyan? Hát ha én leteszek oda 5 fehér tojást a földre, akkor azt rögtön észreveszi valami varjú, és akkor megeszi. Kinek lehet világos színű tojása? Hát a tyúk az már egy házi állat. De ugye természetben? Mit gondolsz? Hogy kinek lehet olyan tojása, ami ófehér? Ki a lombokban? Hát lombokban, illetve teljesen rejtett helyen. Mondjuk klasszikusan a baglyoknak, karkályoknak, üldögélőknek, tehát ez a szalakóta jégmadár, tehát akik földi üregekben laknak, azoknak van klasszikusan fehér tojása, semmi szükségük nekik színezni, mert úgyis el van dugva az adóba, úgyhogy nyugodtan tojhatnak fehérre. Ez is érdekes. Az összes többi madár valamilyen álcázási szempontból igyekszik valamilyen színeket rávarázsolni a tojására.
Április 1-én kiállítás nyílt a Kistelki Művészeti Iskolában. A Szentegyházai Alkotókör tagjai is egyben a kiállítókat kérdeztük munkáikról, valamint Szombathelyi Árpád mesélt nekünk az alkotókörrel való kapcsolatáról. A Kistelki Művészeti Iskolában kiállítás nyílt a Szentegyházai Alkotókör tagjainak munkáiból. Az egyik alkotót és egyben résztvevőt kérdezem először is. Köszöntöm Önt Erdélyből ide érkezni hozzánk Kistelekre. Milyen érzés volt és miket tapasztalt? Nagyon jó érzés viszont látni a régi barátainkat, úgymond. Igazából ugye tudnélik a kisteleki művészek, ők nagyon sokat járnak oda a Szentegyházára, és ezért egy kicsit haza is jöttünk egybe. Úgyhogy, és azt a szeretetet, amivel fogadtak, azt nem lehet leírni most egy-két szóba. Kicsit részletesebben az alkotásokról kérdezhetném? Hát tudnélik az alkotásokról, mindenki a sajátjáról tudna beszélni igazából. Én az enyémről azt tudom, hogy én ugye autodidakta módon csinálom a festészetet, és hát nem tudom beazonosítani még mai napig sem magamot semmilyen stílusba, úgyhogy többé-kevésbé tájképet szeretek festeni. Persze próbálkoztam én más irányba is elmozdulni, de ez sikerült még eddig el, ez jött ki belőlem. Egy kicsit a hegyvidék. Ugye Kistelekre érkezve Erdélyből, Ön mit tapasztalt, hogyan tetszik ez a környék? Egészen másabb, mint az otthoni, ugye otthon a hegyek, fenyvesek, itt pedig ez az a puszta, megfogott ez is ezekkel a tanyákkal, nagyon szép helyt jártunk. Mely környékeken jártak itt? Voltunk Pusztaszeren, akkor Péter Monostoron voltunk, Kiskunfélegyházon, hát itt a környéket így, így bejártuk. Ön a saját képeiről mit mondaná el, mi alapján ő készíti el őket? Mindig csak tájképet festek, és szeretném bemutatni azt a gyönyörű tájat, az erdélyi tájat, a hegyeket, a fákat, minden, ugye. Mert úgy sokszor elmegyünk mellettük a szép tájak mellett, csak ezt próbálom megörökíteni, és a képeim mind a helyszínen készülnek. Tehát még a fűcsomót is meg tudom mutatni, hogy ahol festettem. Hát először a természet megismerése, a szeretete, és utána aztán úgy hozza magával azt, hogy ezt meg kell örökíteni. Hol fényképezőgéppel, vagy ecsettel, vagy ilyen például én pasztelkrétával dolgozok többet. Van olajképeim is, de inkább a pasztellel dolgozok, mert az könnyebb, ott a helyszínen hamar. Nem kell elcsetet elmosni, meg letörülni palettákat így. Mondta, hogy minden kis részletet megörökít egy egyes képnél. Hogyan jött ez, hogy ennyire részletesen kidolgozza? Inkább próbálom visszaadni azokat a színeket, meg a fának az ágait, leveleit, mint hogy így ilyen kicsit modern fele menjek. Inkább a hagyományos, mondjam úgy. Az első kérdésem az lenne, hogy Erdély után itt Kisteleken milyen tapasztalatok érték, mennyire tetszik a környék? Hát egy kicsit szokatlan a hegyvidék után. Mi 800 méter fölött lakunk a tengerszint fölött, fenyvesekkel körülvéve, és ezért ez a pusztai táj egy kicsit szokatlan volt, de megvan ennek is a szépsége, és biztos, hogy itt is el tudnám képzelni, hogy lakjak, tehát annyira jól fogadtak az emberek, tehát nem mindegy nagyvárosban, mindegy kisvárosban annyira barátságosak, közvetlenek, meg a festőkörrel való, tehát a Szombathelyi Árpád művésze úrnak a festőkörével, most már néhány éve, hogy tartsuk a kapcsolatot, úgyhogy úgy fogadtak, mintha hazajöttünk volna tényleg. Kicsit így a képeiről szeretnék kérdezni. Mi alapján, milyen iklet alapján készíti el a képeit, és mit tudhatunk így a részleteiről? Hú, hát ez nehéz kérdés. Vannak képek, amelyekre előre már megvan az elképzelésem, de van úgy, hogy mint hogy evés közben jön meg az étvágy, utólag találom meg azt a mondani valót, vagy azt a valamit, ami emészthetővé teszi ezt a képeket.
Erdély után, ugye Erdély után milyen itt Kisteleken, ezen a környéken lenni, és mit tapasztalt? Hát csendet tudok válaszolni, mert nagyon tetszett ez az egész környék. Igazából nem volt lehetőségünk nekünk, bár sok éves bíztatás ellenére, hogy nem sikerült eljönni hamarabb. Gyönyörű. Gyönyörűek a kunhalmok. Egy kicsit van egy kicsi azonosság a mi hegyeinkkel, mert amikor felmegyünk a kunhalom tetejére, akkor az érzésünk támad, ahogy meglebben a szél, hogy valahogy ott vagyunk egy kicsit otthon is. Ez az egész Kárpát-medence egyébként egy gyönyörűség. Tehát azt akarom kiemelni, hogy ez az egész tálat, ez az egész kiállítás tulajdonképpen a kistelekieknek köszönhető. Tehát tőlük raboltuk el az ötletet, hogy lehet közösen valamit megmutatni. Tehát tulajdonképpen a miénk az alkotói körnek az ötlete is tőlük származik, tőlük vettük át ezt, hogy érdemes együtt csoportban dolgozni. Kicsit így a képekről szeretnék kérdezni, hogy mi alapján készülnek ezek a képek, mert nagyon gyönyörűek, és hogy milyen technika ez, és hogy készíted el? Hát próbálok természetes anyagokból térszerű képeket alkotni. Az anyaga az teljes mértékben a természetből saját kezüleg van begyűjtve, festékföldek, egy kicsit próbálom megmutatni másképp ezt a minket, a vidéket, tehát a mi hegyeink, a mi szikláink, azoknak a hangulata tulajdonképpen remélem, hogy visszatükröződik ebben, de itt megmutatnék valamit, hogy a kőben ezzel egy lehetőség van. Hát szeretnénk részvétünket kifejezni az egyik kisteleki alkotónak, Majoros Laci bácsinak, aki sajnos most már nincs köztünk, de próbáltam jelen időben megfogalmazni az üzenetet, hogy tulajdonképpen ő is itt van közöttünk, úgyhogy köszönjük. Az első kérdésem az lenne, hogy itt Kisteleken milyen, úgy Erdély után milyen a fogadtatás, mit tapasztaltak? Hát az első tapasztalatunk, ahogy a többiekkel is beszéltük, kellemes csalódás, mivel a pusztán laknak. De mindenféleképpen nem is tudom, hogyan lehet ezt megfogalmazni, hogyan lehet viszonozni ezt a vendégszeretetet, ami bennünket fogadott. És eddig csak is kellemes csalódásért. Az ön képeiről mit tudhatunk, így kicsit részletesebben mesélne róla? Tehát először technikai megközelítéssel, különböző technikákkal dolgozom, tehát úgy a grafikai, mint a festészet terén. Itt jelenleg társadalmi megközelítés, tehát az emberi jellem, társadalmi viszonyok, nagyjából ezek a témák foglalkoztatnak. Miért pont ezek? Mert ezek mindennapiak. Rendszeresen találkozunk velük, bárhová nézünk, tükörtől elkezdve az utcán, tehát egyértelmű. És ember-ember viszonya, ami meghatároz bennünket. Inkább az időszak volt meghatározó, amikor készül egy kép, nem is a munka, inkább a munka folyamat, ami meghatározza egy kapcsolat, tehát meghatározza a kapcsolatot az alkotó és a kép között. A Honol című kép a felső, a linoleum. Tehát ezek linómetszetek, egy ducos lenyomatok. A vonal, ami egy élet, igazából csak egy életet ábrázol, egy életvonalat. Tehát egészen a fogantatás, megszületés, halálozás. Tehát egy nyomon követhető folyamatot. A másik munka pedig egyfajta emlékmű. Egy gyermekkoromban lévő vadászháznak az emlékműve, ami igazából így maradt meg emlékeimben a fenyőfa alatt a ház, amit később egy vihar után úgy találtunk meg, hogy a fa rá volt dőlve. Okay. Szóval a barátságra térünk ki, és az igazából nem illeszkedik szorosan a kiállítás tematikájához, de ez nem igaz, mert a Firnisz alatt a képek a barátságról szólnak, és a mi barátságunk már jó néhány évtizede működik a szentegyházai festőkkel. Például a balomon álló Mihály Pistát az első évben, vagy esetleg mondjuk a második évben ismertem meg, és azóta úgy összekeveredett a mi erdélyi jelenlétünk az ő
erdélyiségével, hogy ilyen önkéntes vállalással ő az ottani mi idegenvezetőnk is. Nem hangzott el igazából, de el kell azt is mondani, hogy ami egyébként nagyon pozitív ötletelésünk kapcsán, amit szinte minden évben megtettünk, mikor szaporodott a szentegyházai ismerettség, egyre inkább támad bennük az igény, hogy a festők, szobrászok, grafikusok egy hasonló kört hozzanak létre. Hát ez azt mondhatnám, hogy baráti társasággá nőtte ki magát. El se jöttek volna hozzánk, hogyha negatív érzéseket táplálnának irányunkba. Én meg el se hívtam volna őket, hogyha bárkivel is ilyen előfordult volna. Mondhatok neveket is, tehát a Mihály Pista, Sie Bandi, Bálint Nándi, Szőcs Levente, kit hagytam ki? Ja igen, a Lőrinc Imi. Hát olyan emberek, akiket mondjuk az utóbbi 5 évben már ismertem, és tavaly előtre viszont kifejlődött az együtt dolgozás képessége is. Mi jól tudjuk festeni az erdélyi tájat, ők meg kiváló tanácsokat adnak ahhoz, hogy egyre jobban menjen ez a munka. Én viszont itt bemutattam nekik úgy az Alföldet, hogy remélem jövő év során már alföldi tájakat is festenek. Nem mindenki tájképfestő, de most tájról beszéltünk leginkább. Régebben mondogattam Pistának, hogy eltolom a Hargitát Kistelek környékére, hadd legyen itt is egy nagy hegy. Aztán, amikor jövök haza, akkor rájövök, hogy nem kell eltolni a Hargitát, bennem marad. Itt nekem az Alföld nyújtja ugyanazt, mint nekik a hegyvidék. A tündérkert megálmodóját, Hatvani Máriát kérdeztük magáról a kertről, és arról, miért is alakította ki ezt itt Kisteleken. Kistelek szélén van egy kis oázis ezen a településen, a tündérkert. A tündérkertet vezeti egy pici tündérke, Hatvani Marika. Köszöntelek, téged kérdeznélek arról, hogy vissza tudsz-e arra emlékezni, hogy kezdődött ez a tündérkert, amikor még csak a gondolataidban volt. Hogy nézett ez akkor ki? Hát 2009-ben visszakerültem szülővárosomba, és volt egy egyéves ápolási folyamat, ami alatt volt időm gondolkozni, hogy szeretném-e folytatni az addigi életemet, és ez időközben álmodtam meg a kertemet, és a bubos kemencémet, ami régi vágyam volt, hogy legyen a kertemben egy bubos kemence. És tulajdonképpen az ötlet, a tündérkert az majd később született. Az, hát igaz, az klasszikus kolbász, ilyen enyhén csípős. Végül is a tündérkert az úgy alakult ki, hogy egyre többen mondták, hogy szívesen megnéznék a kertemet, és ebből az ötletből adódóan először egy kis magánpiacot nyitottam, mert szerettem volna, hogyha a termelő közvetlenül találkozik a vevővel, és itt egész rövid távolságon belül kell el a portéka, és tudnak egymással beszélgetni az emberek, hiszen nagyon nagy szükség van erre mostanság. És az első időszakban egy kis termelői piacot nyitottam, majd utána váltottam át a kemencézésre. Ha már kemence, a kemence ötlet honnan jött? Honnan jött a bubos kemence ötlet? Valahogy mindig vágyam volt egy ilyen bubos kemence, hiszen a környéken, az Alföldön általában ilyet építettek, hisz a kertekben megtermett mindenféle gizgazt el tudták tüzelni, és közben hasznosították is az így keletkezett energiát. És ez valahogy nekem ilyen ősösztön volt, hogy én szeretnék egy bubos kemencét, és szerencsére itt a városban találtam is egy testvérpárt, aki megépítette az én bubos kemencémet. Bocsánat, a házigazda nevében szeretnék csak szólni, mert olyan szerény, és úgy gondolja, hogy elsősorban ahhoz ért, amire hívott ma bennünket. Úgyhogy mégse helyetted, hanem inkább a város nevében szeretném megköszönni azt, hogy évről évre azt a hagyományt, ami augusztus 20-án szokása lett a magyaroknak, az új kenyér ünnepének valóban megadod azt a fajta tisztességet, ami egy picit a múltat megtartja nekünk. Mindenképpen én úgy hiszem, hogy a kemence lelassítja az embert. Tehát mindenképpen egy varázslat, hisz
ahhoz, hogy a kemencébe valami finomságot süssünk, ahhoz először tűzrevalót kell szerezni. És ez is már egy kutató munka, de ezt is ugyanúgy szerettem, mint tulajdonképpen a kemencébe való sütést. És én úgy hiszem, hogy a kemence hozzáadja maga csodálatos voltát, hisz agyaggal, vízzel készült, az agyagot a földből vesszük ki vízzel, és utána pedig a tűz által pedig sütünk finomságokat, és ez maga egy csoda. Ha tanácsot kellene adnod, hogy süssünk kemencébe, mit mondanál erre? Mindenképp javasolnám, aki teheti, a kertjébe építsen egy kemencét, mert maga ez a teremtés is egy csoda, és egyre többen vállalkoznak már férfiak, akik megépítik a kis kemencéjüket, az én barátaim között is van olyan ember, és utána pedig jön fölkutatni a nagymamáink receptjét, elkészíteni együtt a család minden tagjával, ami azt jelenti, ami régen is valóságban volt, hogy a legapróbb kis gyerek is ott volt a nagymama körül, és szívta magába tulajdonképpen ezeket a varázslatos dolgokat. Bonyolult feladat a kemencének a beüzemelése? Honnan tudod azt, hogy mikor áll készen arra, hogy most már sütni lehessen benne? Tulajdonképpen az az érdekes, hogy a családban nem is volt kemence már, működő kemence, amikor én ezt megvalósítottam, ezt az álmomat, és mégis az első perctől kezdve nagyon jól működünk együtt. Talán azt tudnám hozzáfűzni, hogy az utam során, ahol jártam, mindenhol megkérdeztem, ahol kemencét láttam, hogy hogyan és miként működik. És igen, hosszadalmas folyamat, de mivel én elég gyakran begyújtok a kemencébe, elég gyorsan föl is melegszik, hisz a kemence emlékszik az előző melegre. Tehát mivel én hetente begyújtok, így elég rövid idő alatt, egy-másfél órát fölfűtöm, és itt a hátunkat is látszik, hogy először feketén ízzik a parázs, aztán folyamatosan elkezd pirosra váltani, leég a korom a kemence belsejéről, szikrázik az alja, és igazából amikor jó a kemence, már a kezünkkel is érezhetjük így kellő távolságban, hogy elég melegendő-e, és igazából nagy szaktudást nem igényel, csak némi gyakorlatot. Mondhatjuk azt, hogy neked a főszerelmed majd, hogy nem a kemence, és egy tündérkertet azért álmodtál meg köré, hogy méltó helyre kerülhessen ez a kemence? Hát igazából először a kemence született meg, de aztán akkora szerelembe estünk egymással, hogy megvalósult a tündérkert is, és hiszem, hogy egy új álmommal, a kenyérsütéssel igazából méltó helyen van ez a búbos kemence a hátam mögött. Említetted a kenyérsütést. Hogy néz ki egy olyan napod, amikor kenyeret sütsz? Nem is azon a napon kezdődik ez a történet, hanem előző nap, amikor elkészítjük a kovászt, hisz kovásszal készítették nagyanyáink is a kenyeret, és előző nap legalább 8-10 órával hamarabb elkészítették. Ők azzal a technikával csinálták, hogy kivettek egy darabkát az előző legsütött tésztából. Én másképpen készítem, de a végeredmény tulajdonképpen ugyanaz. Másnap reggel pedig teknőben megszitált lisztbe beleöntöm a kovászt, vízzel összekeverem, és tulajdonképpen magukra hagyom egy-másfél rosszáig, hogy a víz és a liszt és a kovász ismerkedjenek egymással. És ez a folyamat alatt tulajdonképpen a liszt kellő mennyiségű vizet szív magába, kisimulnak a szálak, és ezáltal nekem lényegesen könnyebb már a dagasztás. És igazából ez a nap nem mondható nehéz napnak, mert bár van fizikai része, a kemence fölfűtése, és közben a kenyér elkészítése, de ez olyan csoda, amit hétről hétre megélek, hogy kenyér születik, hogy igazából elmondani nem is tudom, inkább átélni kell ezt a folyamatot. Ha most csak egy dolgot mondhatnám, mi az, amit legjobban szeret sütni? Visszatérek a kenyérre, mert hiszem, hogy ez egy csoda.
hogy egy kiló liszt és egy liter víz egymás mellett lehet éveken keresztül is akár egy polcon vagy egy asztalon, és semmi nem történik. De azáltal, hogy ezt a két dolgot összekevarjuk, és hozzátesszük a magunk is szeretetét, az időnket, a kemence melegét, tulajdonképpen tényleg egy csoda születik, és igazából lehet, hogy egy kicsit mosolyogtató, de a kenyérkeim beszélnek hozzám, amikor kisülnek. Amikor ide jövünk, akkor a lélek szeret bennünk lakni. Az a közeg, az a családias, békés, nyugodt hangulat uralkodik itt, ami felbecsülhetetlen. És nem véletlenül jövünk el polgármester úrral, önökkel együtt ide évről évre, hogy itt nyissuk meg a város legnagyobb ünnepének, Szent István államalapító királynak az ünnepét. Eljövünk azért, hogy együtt legyünk, és hogy megáldjuk, megszenteljük az új kenyeret. Azt a kenyeret, ami a munkának, a szorgalomnak, a kitartásnak, az együvé tartozásnak a jelképe. Hiszen mikor kenyér kerül az asztalra, abba benne van az embernek az áldozata, és amikor asztalhoz ülünk, az a legbensőségesebb közösségnek a jele. Hiszen általában azokkal szoktunk asztalközösséget vállalni, akik közel állnak hozzánk, akik fontosak számunkra. Ha erre téved egy vándor és éhes, hogy tudja megkóstolni ezeket az általad sütött kenyereket, illetve ha épp arra lenne kíváncsi, hogy tudna ő otthon ilyen kenyeret sütni, elmondanád-e neki a tudományod? Igen, nagyon szívesen továbbadom, mert ugye az a láncszem már kimaradt, hogy a gyerekek a nagymamától megtanulják a kenyérsütést, de azért egyre többen vannak, akik szívesen továbbadják tulajdonképpen ezt a szenvedélyt, ezt a kenyérsütés folyamatát, és én is közéjük tartozom. Tehát aki szívesen megtanulna hagyományos kovásszal kenyeret sütni, azt nagyon szívesen várom itt a tündérkertbe. Illetve lehetőség van arra szombatonként nyílt nap keretében, hogy a kenyeremet akár üresen, vagy akár egy kis házi zsírral, egy kis lilahagymával megkóstolhassák. Nagy Pál előadását a Tévhitek a madárvilágról címmel tekinthetik meg teljes egészében a következőkben. Ti puszta szervezetek? Igen. És vagytok 7. 8. Ilyen bizonytalanak vagytok. Ó, igen, már láttam. Nem jó vagy. Akkor közületek biztos ismeri a Máté Bencét valaki. Igen. Meg a munkásságát. Esetleg valaki közelebb már olyan kapcsolatban, hogy segít neki, vagy madarászkodik vele. Jó, gratulálok. Nagyon nagyszerű elfoglaltság a madarászkodás, úgyhogy ha valaki erre akarja adni a fejét, egy jó határozó fény és egy tápcső elegendő ahhoz, hogy elkezdjük ezt a dolgot, és aztán utána rengeteg tanulságra teszünk szert. Na, a mai napnak, vagy ennek a rendhagyó múzeumi órának a tárgya a madarak lennének.
olyan érdekességeket szeretnék nektek mutatni, amivel tulajdonképpen minden nap találkozunk, vagy találkozhatunk a saját környezetünkben, konyhába itt-ott, és nem tudjuk, vagy rosszul tudjuk, hogy mi is az, meg hogy is van. Először is esetleg valakinek előismerete, hát akkor fiatal úr előnyben van, hogy hogy alakulhattak ki a madarak? Valakinek egy valami természetfilmből, vagy valahonnan egy ilyen előképe, hogy ki lehet a madaraknak az elődje, vagy őse? Dinoszauruszok. Minden csoportban megvan az én emberem, akinek valahonnan ez fölrémlik. Igen, a dinoszauruszokra vezetjük vissza a madarakat. Hát azért egész komoly átváltozáson mentek keresztül, de mondjuk erre volt is elég idejük. Mert az ugye az első szornófeli falába talált Archaeopteryx leleteknek a korát 150 millió évesre becsülik. Tegnap láttam az interneten, most találtak Kínába egy olyan dinoszaurusz fosszíliát, aminek épp ott van a hasában még benne a tojás. Ilyet még soha nem találtak. Hát találtak ősgyíkokat, vagy a madarak elődjének tekinthető dinóformákat, de olyat, hogy éppen pont a tojás benne van, ilyet még nem. Ezt 122 millió évesre satszolják, ezt a kínai leletet. És hát a hozzánk legközelebb eső dinoszaurusz leleteket Erdélybe találjuk. Nem tudom, hogy esetleg valaki találkozott a közületek már a Báró Nopcsa Ferenc nevével. Tehát ő az a tudós, akit egész ennek a madárrá válás és az ősgyíkok irodalmának a egyik legnagyobb alapjára tekintenek mind a mai napig. Az ő testvére találta a hátszegi birtokokon Hunyad megyében érdekes kis apró csontocskákat, amit ez a fiatal báró Bécsben tanult ekkor. Elvitte a professzorának megmutatni, aki rögtön úgy mondta, hogy ezek bizony ősgyík maradványok. És mivel olyan túl sok szakirodalom akkor még nem állt rendelkezésre, azt a jó tanácsot adta ennek a lelkes diákjának, hogy tanulj meg, fiam. Én azt gondolom, a tanár úrtól már hallottatok ilyen jó tanácsokat, és ha hiszitek, ha nem, különösebb előképzettség nélkül ennek a tudományágnak az egyik leghíresebb, mind a mai napig leghíresebb művelője és az alap munkáknak a megírója lett belőle. Úgy, hogy autodidakta módon csak elszántságból elkezdett ezzel foglalkozni, utána járni, összeszedni a korban addig tudható ezt megelőző ismereteket, és aztán ő tovább lépett, mert ő alkotta meg tulajdonképpen a gyíkokból a madárrá válásnak az egyik elméletét. A kínaiak a mai napig amellett kardoskodnak, hogy először a gyík fölment a fára, és akkor onnan akart átmenni a másik fára, és akkor őnek is szüksége volt valami ilyen vitorlázásra. De hát ilyet tudnak a repülőkutyák, tudnak a denevérek is igazából repülni, vagy vannak repülő mókusok, akiknek csak egy bőrredő fejlődött a mellső és a hátsó végtagjuk közé. Tehát vitorlázásra ez is alkalmas lett volna. Én azt hiszem, hogy helyesebb elfogadni a Nopcsa báró elméletét, hogy bizony ezek egy földön lakó, apróbb termetű dinoszauruszok voltak, akik nagyon sokat futkoztak. Vajon miért fut valaki? Csak úgy sportból, tudom, tornaórán kell, mert azt mondta a tanárunk, de egyébként miért fut valaki? Menekül. Így van. Vagy valaki előfutunk, vagy? Menekül. Vagy valaki utána. Vagy elkapni akarjuk, vagy elszaladni előle. És hát ezek a túlélésük érdekében az volt a praktikus, hogyha valahogy meg tudták ezt a mozgásukat gyorsítani, és hát ez a vélekedés, hogy a zömmel két lábon járó típusok voltak ezek, és a mellső végtagjaiknak a csapkodásával próbálták a mozgásukat gyorsítani, és hát így alakulhatott ki ez a földtől való kicsit elemelkedés, és hát ez azért, ahogy mondtam, itt azért a 150 millió év, meg a 67 millió év, amíg a hátszegi leletek korát satszolják, tehát itt azért közel 100 millió éves időívben gondolkodunk, tehát volt rá idő, hogy ez átalakuljon. Ha megnézzük a mai hüllők testét, itt van. Tehát általában a mai hüllők testét is, tehát valamilyen pikke, odaadom kézbe, adom, adjátok körbe,
Hát ilyen pikkelyek borítják, valamiféle szaruképet, hát krokodilt, egyebeket természetfilmen biztos láthatok már, tehát egész komoly szarupajzsok boríthatják a testüket, de ha egy egyszerű kígyónak is megnézzük a bőrét, akkor ha így átfuttatjátok az ujjatokban, látjátok, hogy ezért nem egy tükör sima bőre van egy kígyónak, hanem bizony az egy ilyen kis tetőcserépre emlékeztető pikkelyekből áll össze. Nyugodtan ezt is adjátok kézre. Tehát ide vezethető vissza valahol a madaraknak a tollazatának az eredete, tehát ezzel egy analóg képlet, mert az is befedi a teljes testét, madaraknak is a tollazat befedi a teljes testét, hisszük, de ha már valaki látott, hogy kopasztott csirkét, akkor látjuk, hogy vannak olyan területek a madártestén, ahonnan erednek tollak, és akkor vannak ilyen kopassávok között. Tehát vannak tollas és tollatlan pászták, de a tollazat kifejlődve viszont beborítja a madár teljes testét természetesen, és egy olyan, ha megnézitek szemből, oldalról, hátulról, egy teljesen kompakt védelmet nyújt a madárnak, jövet, eső, szél, bármi, madár szembefordul a széllel, és már meg is úszta. Jön az eső, ráesik egy csöpp víz a fejére, és úgy, mint a tetőcserepeken a vízcsepp, gördül, gördül, gördül le, és mire elázna a toll, addigra lecsöppen. Azt tudjátok, hogy mivel tudnak még rá segíteni a madarak erre, hogy jól gördüljön a toll, a tollukon a víz? Van nekik erre egy speciális vaxos kabát, mond valakinek valamit? Hát, ahogy a viasz. Tehát impregnálja a tollát, a fartő mirigye a madaraknak, a fartő mirigyén van kettő zsírmirigye, ennek egy kis kivezetőcsöve, a madár ezt szépen a csőrével megnyomkodja ezt a mirigyet, kibújja belőle ez a kis olajszerű folyadék, és tollászkodás közben szépen a tollait impregnálja tulajdonképpen, bekeri ezzel a szekrétummal, amit ezek a mirigyek termelnek. Hoztam egy ilyen kis madárcsontváros, ezt mondta legkönnyebb elhozni, azért hoztam ezt. Ha megnézzük a madarakat, tehát ha egy megnyúzott madártestet megnézzük, akkor ez egy kompakt egység. Madár nem tud így derékból így tekeregni, megforgolódni, mert viszonylag a háti és árnyéki csigolya részek össze vannak nőve. Hát a legdifferenciáltabb mozgást a madarak a nyakukkal tudják végezni, mert az maradt meg egyedül ez a klasszikus csigolyákból álló gerincnek. Ha valaki ügyes közületek, számolja meg, hogy hány csigolyája van. Jó? Ezt is kézre adom. A nyakával tud a madár, illetve végez mindent. Ezzel tollászkodik, ezzel keresi a táplálékot, veszi fel a táplálékot, tehát gyakorlatilag a jó mozgatható fejével tud mindent elvégezni, a komfort mozgásokat, a táplálkozást, és hát van neki melső végtagja, miért nem azzal végzi. Nekünk is van kezünk, mindent azzal csináljuk, nem a nyakunkat tekerhetjük. Azt elfelejtettem mondani, hogy ne próbálják ki senkit. Madarak tudják akár 270 fokba is fordítani a fejüket. Senki nem próbálja ki otthon. Az embernél ez már az élettel összeegyeztethetetlen állapot. Van valakinek tippje? Miért nem a kezét használja a madár? Van neki melső végtagja, miért nem azzal fogja meg a magot és teszi be csőrébe? Hát az másra van. Hát az alkalmazkodott a repüléshez, és hát az neki a repülő eszköze. Az, hogy analóg, azt itt mindjárt meg fogjuk tudni vizsgálni egy ilyen közönséges csirkeszárnyal. Hát ez a csirkének a melső végtagja, és hogyha a saját magunkból indulunk ki, ez a válli születe a csirkének, akkor itt ez megy, mi ez neki itt ez? Ha az a válla, ez a felkar, és akkor itt mi van a felkar végén? Könyöke. Ez a csirke könyöke. Mikor megesszük a sűrű csirkeszárnyat, ebbe találunk hány csontot? Kettőt. Ugyanúgy, mint a mi saját kezünkben, van az orsó és a sípcsont. Tehát az ott az alkar. És akkor itt tartunk saját magunknál, akkor innentől mik vannak?
Igen, pénztőcsont, pénzkövépcsont és az ujjak. Ezzel azért nem szoktunk találkozni, tehát találkozunk a csirkeszárnyal, meg tudjuk, hogy ez, meg azt is tudjuk, hogy milyen finom, barbecue szósz, meg egy kis üvegablakos sütőbe betesszük és jól megesszük. Akkor már ezt nem találjuk rajta, mert ezt így valahogy olyan furának találják a háziasszonyok, ezt így levágják, sok kidobják a macskának, és akkor mi csak a többit esszük. De ha jól megnézzük, akkor az ott egy karom, az ott egy új. És itt is újak vannak tulajdonképpen, tehát amikor a csirkeszárny végén ezt a jó ropogósat vesszük, akkor jól megesszük a csirkének az ujjait. Elrapogtatjuk csontostól. Tehát így néz ki a minden madárnak a szárnya. És hát anatómiailag megtaláljuk az ujjakat, de hát ide 10 darab kézevező van lenőve, az alkarcsontra 10 darab karevező, és ezeknek a nagy felületével tudja szépen elemelni magát a földtől. És hát ha hoztam a másik tanulmányagot, kinek van otthon ilyesmi csirke, baromfi? Tartotok még ilyeneket valaki, anyukája, nagyomája? Na, oké, akkor nem csak a boltba találkoztak ilyennel. És erre mit szoktunk mondani, hogy ez mi? Csirke comb. Azt mondjuk, az acskóra az van írva, hogy teljes comb. Tehát milyen lenne teljes comb? De hát, hogyha megint csak az anatómiai analógiából indulunk ki, a comb az a medenceizülettől a térdőkig tart. Itt van a izületi bütyke a magákán, akkor itt milyen van neki? Itt van a térde. Hát akkor innentől kezdve ez már? Az már nem csirke comb. Eddig comb. Hogy innen a saját magunkban kell megfejteni. Ez a lábszár és ez a nagy izom itt. Hogy mondjátok ti így a tornaórán? Mikor jó izomlázat a vádli. Tehát amikor a dobverőjét tesszük, a boltba csirke alsó combnak mondott alkatrészt tesszük, akkor a csirkének a vádliát tesszük. Ha ez a lábszár csont, itt tartunk, akkor ez mi a csirkének? Itt. Na? Az a sarka. Itt van a csirkének a sarka. Sajnos a boltban nem állulnak komplet csirkelábat, hoztam hozzá egy pár szál lábat, de hát túl kidom úgy, hogy most ezt így behelyettesítjük. Hát, hogyha a csirkének ez a sarka, nekünk is itt a sarkunk, akkor ez hol van nekünk? Ez. Hogy fér bele a cipőnkbe ez a bazinagy csont? Mert mindennek kell analógiájának lenni. Ha az iskolai csontvázat megnézitek, biztos van az iskolában, ahol gondolom ilyen. Iskolai szertárban ember csontvázat. Ember? Nincs. Ha megnéznénk, akkor itt a cipőnkbe belül, tehát a lábfejrészben csak lábtőcsontok, lábközépcsontok, mokkacukor méretű apró kis csontocskákat találunk. Hát ez a madaraknak a sajátsága, hogy ez nekik azok a sok apró csont összenőtt, és egy egységes csűdnek nevezett csontot alkot. És aztán a lábujjai azok ugyanúgy megvannak. Úgyhogy amikor csirkecombot eszünk, hát a boltba továbbra is lehet kérni, hogy csirkecombot kérek, nem kell túl anatómiázni a dolgot, csak azért tudjuk, mert ti már iskolások vagytok, hogy azért mégsem úgy van az teljesen, ahogy a hentes ráírja az acskóra. Van még egy érdekes, vagyis nem is egy-kettő érdekes mechanizmusa a madárlábnak. Olyat már mindenki látni, gondolom, hogy a madárlafán, vagy a villanydróton, vagy bárhol. Fogja, azt ül. Aztán beeskeledik. És elalszik. Miért nem esik le a madárlafáról? Hát kapaszkodok a valamiben, de elaludtam. Kapaszkodok a metron, fáradt vagyok, megyek a munkába haza. Elaludtam és összeesek, mert akkor már nem működik. Ebben egy nagyon érdekes találmányban beleszerkezve a madár lábába. Hát a madár, mikor ül a fára, akkor így ül. Tehát így van a combcsont és a lábszár, illetve a csül is, tehát egy ilyen hirtelen zébetű alakban. Akkor ebben úgy vannak az inak, hogy egy olyan mechanizmus működik,
hogy a madár mikor ráül az ágra és ráhelyezi a testsúlyát, akkor automatikusan az ujjai becsukódnak. Nem tudja kinyitni, így be van csukva. És reggel, amikor fölébred, vagy akkor, amikor fölébred, akkor neki először ki kell nyújtózkodni, akkor automatikusan kinyílnak a lábujjai, és így tud elrepülni. Ezért nem repülnek alva a madarak, és nem viszik magukkal a fát. Mert rá van a lábuk gyógyulva, de nem történhet meg velük ez a baleset. Illetve van egy másik érdekes mechanizmus, a gázlóvadara, darúgója, gém, hócsak, hát ki puszta szerint biztos ott röpködnek nektek, meg föl kell nézni az égre, és ez mindenki ott röpül. Ezek a madarak nem kapaszkodnak az ágon, állnak valahol, és mégis tudnak állva aludni. És nem dőlnek össze, mikor elalszanak. Az ő lábukban meg egy ilyen mechanizmus van, pont ilyen, mint a vicskában. Mikor kinyújtja a lábát, egy csontocska oda kattan, és mint egy zár bezár. És nyugodtan alhat, mert nem fog összerogni alatta a lába. Ilyen húzottságok vannak a madárvilágban. Na, aztán jön a következő húzottság. Most csupa ilyen húzottságról fogunk beszélni. Valakinek a ruháján, cipőjén valamilyen van-e tévőzár? Nincs. De van otthon olyan, amit van. Vagy láttunk már olyan embert, akinek van olyan, hogy tévőzár. Ismerjük magát a cuccot. Na. A tépőzárat, mit gondoltok, hogy találták fel? Tehát hogy működik? De azt tudjátok, hogy működik? Az egyik oldalon van egy ilyen bolyhosabb felület, másik olyan jó, kemény, kampos, orvos. És ezek akaszkodnak egymásba és fogják. Hát ehhez nem kellett nagy tudomány, meg nem kellett nagy dolgot föltalálni, csak a madarakat kellett megfigyelni. Jön a madár, összeborzolja a tollát. Aztán ő azzal a kis csőröcskéjével elkezd tollászkodni, és helyreállítja. Megfűtik, vagy csak úgy simán kitollászkodja. Másnap is megy táplálkozni, beakad a bokorba, megint összeborzolja, megint helyreállítja. Hát kérem szépen a tépőzár elvét, innen lopta az emberiség. Itt a tolsugár egyik oldalán, ha ezt nagyítóval, nagyon nagy nagyításban megnézzük, egy finom bolyhas felületet találunk, a másik oldalán pedig kemény horgocskákat. És ezért lehet őket így szépen visszaalakítani és összefésülni. Úgyhogy a repülésen túl még a tépőzárat és a madaraknak köszönhetjük. Annak az elvét. A madaraknak nagyon-nagyon, tehát gyakorlatilag mindene különleges a többi állatcsoporthoz képest. Emésztésük is, szaporodásuk is minden. Még ezt az instrumentumot, ezt szeretném megmutatni. Ilyennel biztos találkozott megint csak mindenki. Mi ez? Zúza. És lehet belőle egy finom zúzapörköltet főzni. Ezért is van benne a csirkébe, hogy nekünk legyen miből zúzapörköltet főzni. Vagy arra van ennek valami funkciója? Hát nem ezzel emészti meg. Azzal töri meg. Miért nem rágja meg? Hát mert nincs hol. Tehát a madaraknak a csőre, az csak arra alkalmas, hogy keresik vele a táplálékot, meg túltál például az erdély szalontó klasszikusan a hosszú csőrével, mint egy szondát bedugja a földbe, megtalálja a gilisztát, a csőre úgy működik, mint egy finom csipesz, elkapja a gilisztát, kihúzza, megeszi. Tehát ő csak a táplálék felvételére szolgál. Gyűjtögeti a nyelőcsőbe, illetve annak van egy öble, a galopnak szokott ilyen nagy lenni. Hogy hívjuk ezt? A begye. Így van. De az is csak egy gyűjtő funkció, mert hát minden egyes szemet nem nyeleget teljesen keresztül saját magán, gyűjtögeti, és aztán elkezdi lenyelegetni. Nem tudta megrágni, ezért a gondviselő természet adott neki egy ilyen kis izmos falú zsákocskát, amiben belekerülnek a magok, mondjuk. Hogy fogja ez megőrülni? De most ott tartunk, hogy ezzel őrli meg, ide eljutottunk. Kell még valami ahhoz, hogy őrölni tudja. Jó, vastag izmos a fala, de hát én most a hiába vagyok izmos, itt szorongatom a kukoricát, akkor nem nagyon lesz darab. Kis kavicsokat. Bizony. Kis kavicsokat, apró kövecskéket nyel le a madár, és ezeknek a segítségével ez a két oldalról nagyon izmos falu
előgyomor, zúzza, őrli össze a magvakat, innen kerül a mirigyes gyomorba, és aztán a tápcsatorna további részébe, ahol a emésztés felszívódás megtörténik. De hát a madaraknak ebben is van egy különlegessége, hogy mivel nincs foguk és nem rágnak, megoldották külön. Szoktak a kezembe kerülni néha ilyen egzotikus madarak, és mostan ki például fajtkokosoknak az uzájából köveket, és abban még hegyi kristályt is találtam például. Tehát ahol él a madár, ott a saját környezetében szedegeti patakmederből innen-onnan a megfelelő méretű apró kövecskéket, és szép kis kalcitokat, és még kis pici hegyi kristályt is találtam a fajtvegybe. Ezt így szoktam, hogyha kezembe kerül, akkor az ilyeneket el szoktam tenni magamnak érdekességnek. Hát itt meg, hogy oldja meg a nagymamánk vagy anyukánk, hogy legyen kavicsatyúknak itt faluhelyen fognak egy family sódert, ilyen a sódernek az apró részéből így bedobják a tyúkudvarba, és a tyúknak arra megvan a képessége, hogy azokat megtalálja, és aztán fölvegye. Na. Szabadulás. Ezt biztos tanultátok már, hogy a tyúk meg a tojás meg ilyenek, ugye? Hogy azért nem azért találták ki a tojást, hogy most húsvéttájon a lányoknak legyen mit befesteni és a legényeknek odaadni, mikor mennek locsókodni, hanem azért ennek a tojásnak van funkciója. Ezzel szaporodnak a madarak. Itt már az első csoporttal fölütöttünk egy tojást, és hát, hogyha olyan jó fénnyel itt forgatjátok, akkor ezen a sárgáján találunk ott egy foltocskát. Nem tudom, valaki, de ezt is így használjuk. Tojás, fogjuk a tojást, fölütjük, csináljuk a rántottát, sütjük a tükörtojást, anyukátok csináljuk a viskótát, de úgy nem gondolunk rá, hogy mi is akar ez a tojás lenni. Tehát ott találunk rajta egy kis csirafoltnak nevezett kis foltocskát. Hát ez egy ilyen bolti fakó tojás, úgyhogy elég fakón néz ki rajta. Ezt közreadom, az a kérésem, hogy senki ne borítsa a saját zsebébe, vagy a szomszédjájába, csak adja tovább. És hát az a csirafolt, az a tulajdonképpeni megtermékenyült petesejt, és az összes alkotórész, ami az élet kialakulásához kell, az pedig folyékony, vagy hát többé kevésbé ilyen folyékony, vagy zserés formában ott van a tojásban. Hát magunknál sokkal fejletlenebbnek tartjuk a madarakat, de érdekes módon azért azt ők jól kitalálták. Ha az emlősöket nézzük, mondjuk egy szarvasmarhát, akkor hát egy vemhes szarvasmarha az több mint 9 hónapig megy a legelőre, táplálkozik, fölveszi, folyamatosan tud magához venni takarmányt vagy táplálékot, amiből aztán ő szépen föl tudja építeni a egy vérkörön levő magzatba be tudja építeni az alkotó részeket. De ennek a szegénytűnnek, vagy a bárhelyi madárnak, aki a világon van, ezt előre kell kitalálni. Nincs olyan, hogy utólag eszembe jutott és majd teszek hozzá. Hát akkor az már túl késő. Úgyhogy a tyúk, amikor megfogják, vagy a madarak, amikor megfogják a tojásukat, akkor gyakorlatilag az új élet kifejlődéséhez szükséges összes alkotó részt kell, hogy tartalmazzak, mert hát itt van benne a jó kemény burokba. Hozzátenni lehet, nem lehet, elvenni belőle nem lehet. Tehát ha túl sok lenne benne, az se jó, ha túl kevés lenne benne, az se jó. És ez a madaraknál így van kitalálva, hogy ezt mind tartalmazza. Ami annak a kis icipici kis csibe embriónak szüksége van, és annak a keltési idő végéig el is kell fogyni. Tehát pont annyinak kell benne lenni, tehát ez a másik csoda, hogy nem az, hogy van neki, meg tett bele eleget, hanem pont annyit tett bele. Mert különben mert ott lenne a ragacsba a csibe, és nem tudna kikelni. Tehát annak pont el kell fogyni. A tojás felületén, ha megnézitek ezt így jól, ez egy stucz tojás volt, lukas stucz tojás, találunk pórusokat. Ha úgy megnéztek, nem tükör sima a felülete, hanem olyan kis beöblösödések, mint a narancsnak a héján. De nem narancsbőrös tojás, hanem ennek is funkciója van. Bizony.
azon keresztül tud levegő egyáltalán a tehát légcsere, gázcsere történni, mert hát nem csak fölfelé vesz az embrió, hanem ott van gáz, amit kibocsát, ezért kell a kertetőgépeket is szellőztetni. Tehát a pórusokon keresztül lehetséges a gázcsere a tojásba fejlődő embriónak. Vigyázz rá, Rambó, mert te... Igen, te vagy a Rambó. Táboroztunk nyáron együtt a fiatal úrral, és tudom, hogy ő egy ilyen hirtelen ember. Ez törékeny tojás, úgyhogy... Hát ez a madarak szaporodásának a nagy csodája. Tudja valaki hány napig? Mondjuk a sima házi tyúk, ami egyszerű. 21 nap alatt kell ki, bizony. 21 nap alatt kell ki a csibe, és azt esetleg valaki meg tudja satszolni, hogy mikor így vágásra kerül, amikor fogyasztásra kerül, a, hogy ez mennyi idős volt kb. Ez a csirke. Nem foglalkozik senki otthon így neveléssel, hogy... Hát elárulom, hogy nem túl hosszú pályafutás, 6 hétre leszokták vágni a broiler csirkét. És ha úgy ebbe belegondolunk, hogy megtolta a tyúk a tojást, aztán 21 nap múlva kikelt, aztán adtunk még neki 42 napot, és gyakorlatilag a biológiai élet 63. napján bepanírozik, és jól megesszük. És ez is egy élet volt. Úgyhogy mindenki így tekintsen az általa tartott állatokra, hogy azért az alatt a földi pályafutásuk alatt illik olyan körülményeket biztosít. De ha valaki arra adja a fejét, hogy állatot tart, akkor az a felelősség is jár, és azért illik úgy tartani még a gazdasági használatainkat is, hogy legalább az életük alatt egy elfogadható minőségű életet éljenek. A madaraknak, tehát életmód szerint mindene alkalmazkodik ahhoz a típusú életmódhoz, amit élnek. Ezt ismeri valaki? Nem? Bizityuknak piros csőre. Ennek fehér van. Rokon? Ugyanott is él. Ez egy szárcsa. Ez egy szárcsa. De a lényegben, hogy ő úszik, sokat, és hát az olyan típusú madarak, akik úsznak, egy olyan típusú testalaga praktikus, ami mire hasonlít. Így oldalról ránézve. Így nagyjából. Hát egy ilyen széles, lapos fenekű csónakhoz, persze. Hát neki úszni kell, akkor az a praktikus, hogyha olyan testalakulása van, hogy ezt elősegítse. Meggyőződésem, hogy az ember a csónakot is innen lopta az ötletet, hogy nézd, hogy a kacsa úszik, ilyen alakja van, ő fából tud olyat faragni, akkor ő is tud vízen fennhaladni, és sikerült is neki. És ahhoz, hogy a szárcsának mondjuk nem ilyen lába van, hanem karéjú bőredői, de hát nyilván, hogyha valaki vízi életmódot folytat, akkor mindene ahhoz alkalmazkodik. Például a lába is, és több-kevesebb úszóhártyával, vagy a lábujjakor fejlődő különböző ilyen karélyos redőkkel, mint a böcsköknél, vagy a szárcsánál tudja a felületet növelni. Az ember is, hogyha úszni akar, meg a búvárok is tesznek a lábukra egy ilyen béka úszonyt, mert azzal sokkal jobban lehet haladni. Egy tyúknak meg mondjuk, egy tyúki dombónak meg az a praktikus, hogy erős csüpp, hosszú ujjak, és tud vele kapirgálni. Hát. És mindenkinek ahhoz alakult a lába, csőre, és minden képlete, amilyen életmódot él. Itt a szalonka, aki giliszta evő, hát neki meg ez a hosszú csipeszes csőr adatot meg. Arról esetleg hallott valaki, hogy az erdélyi szalonka régen, ez egy, hát Franciaországban mai napig is, de régen ez egy különleges csemege volt, és mindenét elfogyasztották, még a beleit is. Gilisztával táplálkozik, és a beleibe ott voltak ezek a giliszták, és az gyakorlatilag hús. És a francia konyha igen nagyra becsüli. Hát látom, hogy a lányok így a
beletemetkeztek a cofjukba, és azt mondták, hogy egyéb az csak a franciák. Én is egy véleményen vagyok veletek, de mint érdekességet azért megemlítettem, hogy ilyen is van. A tollazatnak a színe az megint csak életmód függő. Fácán mindenki látott, biztos. Fakas az nagyon színes, mutatós, látványos. A tyúkok azok olyan szerényebbek, földbarnák, pöttyögetettek. Hát a tyúkoknak a fő dolga az, hogy az utódokról gondoskodjanak, nekik az a praktikus, hogy el tudjanak rejtőzködni, ezért rejtőszínük van. Egy lombkoronaszínűbe élő madár, mint például a szajkó vagy mátyás madár, hát ő már lehet akár színes is, de ha most a egzotikus madarakat nézzük, a papagájok, akik igen színpompásak, hát ők ezt megengedhetik maguknak, úgymond. Sokféleképpen alakulhat, ha csak a fácánfakasra gondolunk, nagy, hosszú, hegyes farka van, ez egy nyílfagynak a farka, tehát sokféleképpen alakul a különböző madárcsoportoknak a tollazata, és igen, extrém formákat föl tud venni, esetleg természetfilmben láthatok paradicsommadarakat, vagy hát nagyon-nagyon-nagyon sokféle formák föl tudnak venni a madárnak a tollazata. A repüléshez, ami egy igen intenzív igénybevétel, tehát gyakorlatilag az állatoknak, vagy a madaraknak a fő testtömegét a mellcsontra tapadt mellizmok, a röpizmok alkotják. Ez egy jó finomú madár, ez egy fácának a testek, de hát gyakorlatilag a testtömegnek a jó része az a mellizom. Hogyha szétszereljük ezt a csirkét, vesszük mondjuk a vasárnapi ebédből, és levesszük a mellcsontról a mellizmot, belül találunk egy ilyen kis kard alakú izmocskát, egy ilyen kis keskenyet, nem tudom, hogy figyeltétek-e már meg. Tehát ez kettő típusú izomból áll, van a nagy mellizom, aminek nagy tömege van, és belül a csont mellett egy hosszú kard alakú kis izmocska. Az a kicsi hosszú kard alakú felel azért, hogy a madár a szárnyát emelni tudja, és előre mozdítani. És az összes többi nagy tömeg pedig a lefelé és hátra. Tehát a repülés az nagyjából egy ilyen irányú mozgás, hogy emelem, előre viszem, nyomom le és hátra. És ezzel a izomzattal tudja a madár érkezni. És hogyha ezen a kis csontvázon megnéztük, az első függesztőbe a madárnak, hát ezen elég kicsike, de itt rögtön, ahogy ránézünk, találunk egy ilyen villa alakú csontot. Tehát ilyet máshol nem találunk, ez megint csak a hüllőkre való anatómiai visszavezetést bizonyítja. És találunk még egy csontot, amivel össze van kötve a mellcsont és a vállizület, azt hívjuk hollócsőrcsontnak, és itt a bordák fölött, mikor esszük a csirkét, akkor egy ilyen, megint csak egy hosszú kard alakú csontocska, amiről így le lehet a húst eszegetni, az a madárnak a tulajdonképpeni lapackája. Hát a madárnak a első függesztőben az három csontból áll. Emlősöknél van egy lapocka, mintha az csak úgy adadotta volna a gondviselő természet. Itt van a testem, semmilyen csontos összeköttetése nincsen a további vázzal. Sikerült valakinek megszámolni a csigolyákat? 10. Akkor számoljunk. Hát nem, csak a nyakat. Hát a nyak tart a fejtől odáig. Hát olyan borsten méretű kis egységekből áll. Az nagyon sok. Hát lehet, hogy nem karakteresen kivehető, elárulom, hogy 7 van neki ennek a verékének. 7 nyakcsigolyája van. És mit gondoltok, hogy neki van több nyakcsigolyája, vagy a zsiráfnak, vagy nekem? Ugyanannyi van, bizony. Mindenkinek 7 nyakcsigolyája van. Ez egy ilyen anatómiai érdekesség, hogy hiába van a zsiráfnak hosszú nyaka, vagy a sertésnek rövid, a csigolyák száma az megegyezik. Hoztam ezt a nagy csontot. Ez az, aminek semmi köze nincs a madarakhoz, mert ez egy teret.
ez egy tett comcsom. Itt van a medencébe ülősülő csontfej. Ezt csak azért hoztam, hogyha megnézzük a emlősök csontját, egy kicsit már úgy elkezdett tönkre menni a sivatagba, egy igen vaskos falú, erős, robusztus valami. Ezt is nyugodtan körbe lehet adni. És ha úgy megfogjátok, most jó, persze teve csont és nagy darab, de tehát jelentős súlya van. Ehhez képest a madaraknak pillekönnyű csontozata van, belül üreges, és gyakorlatilag egy vékony, vékony falú erős cső. Hát miért praktikus vajon ez nekik? Így van. Hát, hogyha ilyen nagy robusztus csontozata lenne a madaraknak, akkor az akadályozná őket abban, hogy madarak legyenek, ezért a teljes szervezetük annak alárendel a túlbocsokat. Bocsánat. Tehát minden ennek van alárendelve, ezen a kis lemó lábon azért látszik is, hogy ez szinte átlátszó csont, ilyen üvegkemény és átlátszó csont. Amikor a madár nyugodtan ül, akkor így van a tetebbre a szögvárnak a csontjai. Nagyjából. De nyugodtan kézbe lehet venni, nem lesz semmi baj senkinek tőle. Tehát majd, hogy nem átlátszó vékony falu, de nagyon erős csonttal. Az összes madár csonttal. Nagyon korán elkezdte az emberiséget érdekelni a madárvilág, és hát gondolom, te találkoztál már ilyenekkel, és elég terjedelmes irodalma van a madaraknak, bár a világon körül 8000 és 9000 faj között élnek, de a világ minden táján nagy érdeklődés övezi őket, és hát ahhoz, hogy fölismerjük őket, azért ilyen jó kis határozó könyveket kellett szerkeszteni, ami, hát ez kimondottan európai madarakról, tehát a nálunk megtalálható madarakról szóló határozó könyv, akinek van szerencséje és be tudja szerezni még ebbe a formába, kisteleki vásárba vagy egyéb helyeken, azt tegye meg, mert mindig tanulságos. Aztán adnak ki persze ilyen szép tematikus könyveket, ez mondjuk a világ solymairól szól, ez meg Európa récéről szól, ezt így közleadom, lehet lapozgatni, átcserélni. Vagy tematikusan arról szól, hogy a tojásaikat is föl tudjuk ismerni, mert találunk egy madárfészket, és éppen nincs otthon az anyuka. Hát akkor is azért jöjjük rá, akinek a fészkére találtunk, akkor a tojásoknak gyakorlatilag ahány madár, annyiféle tojás, illetve ha kis csibét találunk, akkor azt is meg tudjuk határozni, ha éppen nincs vele a szülőmadár. Arról mit gondoltok, hogy kinek, tehát ha itt megnézitek az apró madarak tojásait, ezek zömmel, mintásak, pöttyösek, minden. Vannak a földön fészkelő madarak tojásai, azok általában ilyen földbarna, olajzöld, pöttyös, rejtőszínűek. És aztán vannak olyan madarak, akiknek fehér tojások van. Kinek praktikus ez a fehér tojás vagy? Hát ha én leteszek oda 5 fehér tojást a földre, akkor azt rögtön észreveszi valami varjú, és akkor megeszi. Kinek lehet világos színű tojása? Hát a tyúk az már egy házi állat. De ugye természetben? Mit gondolsz? Hogy kinek lehet olyan tojása, ami hófehér? Ki a lombokban, hát lombokban, illetve
teljesen rejtett helyen. Mondjuk klasszikusan a baglyoknak, harkályoknak, üldögélőknek, tehát ez a szalagóta jégmadár, tehát akik földi üregekben laknak, azoknak van klasszikusan fehér tojása, semmi szükségük nekik színezni, mert úgyis el van rúgva az adóba, úgyhogy nyugodtan tojhatnak fehérre. Ez is érdekes. Az összes többi madár valamilyen álcázási szempontból igyekszik valamilyen színeket rávarázsolni a tojására. Illetve sok madárnál előfordul az, hogy világos színű tojást tojik, de a költés alatt a romló fészekanyagtól elszíneződik a tojás. És akkor mi úgy találjuk meg a határozott például, hogy az barna vagy vörös színű, de az már a romló fészekanyagnak a színe. A tyíkokról biztos tanultátok, vagy természetfilmben krokodilt, tengeri teknőst esetleg látok valaki, amikor vonulnak és mennek tojást tojni. Elmennek, letolják a tojásokat, és akkor mit csinálnak? A víz partjára, a meleg homokba vagy meleg fővegyre, fővegbe ásnak egy, kaparnak egy kis mélyedést, aztán befedik, és akkor az tulajdonképpen a nap melege kelti ki. Mert átmelegszik ez a homok, illetve a víz partján élő állatoknál pedig az a kicsit romló-bomló, melegedő talaj. A madaraknál is van olyan, aki nem úgy kelti ki a tojásait, hogy ül rajta és kotlik, hanem fogja magát és elássa. Vannak ilyen dzsungeltyúkok, akik ezzel a metódussal dolgoznak. Fogják, kaparnak egy mélyedést, beletolják a tojásaikat, és aztán szépen befelik. És honnan tudják ezek a madarak, mit gondoltok, hogy most az úgy pont jó annak a tojásnak? Van nekik egy spéci hőmérőjük. Fogják és a csőrüket dugják be, és a nyelvüket beledugják ebbe a romló halomba. És hát nyilván nem hőmérő, ez nem írja ki neki, hogy hány fok, hanem vagy melegnek érzi, vagy hidegnek. Ettől függően, hogyha ő hűvösnek érzi a nyelvével, akkor kapar még rá anyagot, hogyha túl melegnek érzi, akkor kapar el belőle. És akkor így szépen temperálja a tojásoknak a környezetét, és akkor ugyanúgy kikelnek, mint ha ülne rajtuk. Egyébként valakinek keltett, vagy keltettetek már géppel tojást? Az ember az nagyon-nagyon gondosan kitalálja, kiszámolja, hogy 10 Celsius fok hőmérséklettel, hogy hú, mennyinek kell az inkubálási hőmérsékletnek lenni, és azt tartja, és ez az automatika az mindig kapcsol, kikapcsol, bekapcsol. Hogyha egy természetes költést nézünk, mondjuk egy sziklán fészkelő ragadozó madárnak a költését, akkor hát a szikla az jó hideg. Azon van a tojás, azon ül a kotló madár. A kotló madáron van egy úgynevezett kotlófolt, ez egy olyan vérerekkel behálózott terület, és gyakorlatilag a madár olyan, mintha lázas lenne, tehát közel 42 fokos a testhőmérséklete. Egyébként is a madaraknak magasabb a testhőmérséklete. Tehát a kotló madár közvetlenül 42 fokos testtel érintkezik a tojással. Alul meg van a 20 pár fokos szikla. És mégis ki kell a természetben majdnem minden tojás. Mert a maghőmérséklete a lényeges a tojásnak, és ezt a madár tudja szabályozni. Leszárolja kicsit a csőrével, megforgatja a tojásokat, visszaül rá, és nincs neki semmilyen automatikája, meg semmilyen hőmérője, meg páratartalommérője, és mégis ki tudja a saját tojását keltetni. Az ember meg ezt azért egy kicsit hajlamos túlbonyolítani. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogyha keltetőgépbe is, hogyha megmérjük a tehát több hőmérőt helyezünk el a tojások fölé, a tojások síkjába, meg a tojások alá, akkor már háromféle értéket fog mutatni, és akkor kezdünk el kétségbe esni, hogy melyikhez kell állítani. Hát nem kell semmelyikhez állítani, hanem azt az átlagos beállítást kell alkalmazni, és akkor fog működni. A tojás az nagyon sok mindent képes elviselni. Hát a szülőmadár is leszárolja, ott hagyja, visszajön, kihűl, újra melegszik, és ez mind belefér az ő életébe. Attól nem fog tönkre menni egy tojás, hogyha a rövid időre áthűl.
tehát nem örökre, csak tehát nyilván a szülőmadárnak is kell táplálkozni, és akkor, képtelen ott hagyni. Récefélék betakarják a fészküket, ludak, hattyúk, azok hajlamosak, hogy fehelytollak, ha betakarják, de az összes többiek csak ott hagyják, és mégsem történik velük semmi. Úgyhogy, hogy ezzel a, hogyha valaki így keltetésre adja a fejét, akkor fontos a jó beállítás, de kétségbe nem kell esni. Kikelt ez a kis madár? Tehát kétféle stratégia van a madárvilágban, a utódok fölnevelését illetően. Klasszikusan a tyúk otthon. Kikel a tyúk, leszáll a potlós, egyszerre kikelnek a csibék, és mit csinálnak? Elindulnak, mennek a potlós tyúk után, de ez jellemző a természetben nagyon sok récefélékre, tyúkidomúakra, elindul a madár, és az ő teljesen készfészek a fiókái követik, és kezdenek táplálkozni. Hát nem szükséges nekik az anyamadárnak a olyan gondoskodása, hogy majd anyukok keres nekem kaját, és jön és megetet. A fészek lakók, tehát klasszikusan az énekes madarak meg viszonylag rövid ideig ottlanak, elég gyámoltalan kicsi fiókájuk kell ki, és hát ők viszont rá vannak szorulva a szülőmadaraknak a gondoskodására, tehát akkor a anyamadár elrepül, táplálékot szerez, megeteti a fiókákat, énekes madaraknál még az ürüléket is elviszi. Nem tudom, hogy azt tudjátok-e, hogy az énekes madarak azok egy ilyen kis burokba ürítenek, mint hogyha egy ilyen kis zacskóba lenne. És akkor az anyamadár megfogja a csőrével, és elviszi és eldobja útközben. A fészekhagyók azok meg rögtön követik a szüleiket, és gyakorlatilag önálló életre alkalmasak. Azt hallottátok-e esetleg, hogy mi az, ami miatt elkezd táplálkozni? Tehát ki kell ez a kis csibe? És ott áll, és csipog, és nem tudja, hogy mit kell csinálni. Hogy magyarázza el neki az anyukája, hogy egyél fiam? Ő azt mondja, hogy csip-csip, anyuka meg azt mondja, hogy ott-ott. És akkor ebből úgy nem jön ki az evés. Nem hallottatok erről a jelenségről? Csináltak olyan kísérleteket, hogy a csibék lábára egy ilyen kis papírkorongot rakasztottak, és nem látja a csiga a lábujját. Ott van két ilyen papírtányér a lábán, és nem kezd el táplálkozni a csirke, ha nem látja a lábujját. Tehát az a kulcsinger a saját lábának, a lábujjainak a látványa, amitől ő elkezdi ezt használni, elkezd kapírgálni, és elkezdi a földet maga előtt csipegetni. Akkor még nem tudja, hogy mit csipeget, csak a mozgás van meg. És ha ezt a lábujjait eltakarjuk, akkor nem kezdi el a táplálkozást. Ezt megpróbálják is senki otthon, ez sajnos így működik, és több csirkének nem kell áldozatul esni, de ez így van. Vissza ehhez a gondolathoz, és hogyha kipróbáljuk, tehát egy nagyon-nagyon domestikált állat, mint a házi tyúk. Elszaladt a gondolatom, most tértem vissza, bocsánat. Hogyha ennek a kis csibének mutatunk egy ragadozó madár sziluettet, szoktak a buszmegállókra, iskolaablakra lehet, hogy láttatok ilyen ragadozó madár röpképet kiragasztva. Hogyha egy ilyen sötét kartonból kivágunk egy ilyet, és így elviszük a csirkéknek a feje fölött, akkor ezek fogják és le fognak lapulni. Mert ez még olyan mélyen kódolt dolog, hogy bár nekik már erre a dologra nincs szükségük, bár nincs már erre szükségük, de ez genetikailag velük van kódolva, hogy a ragadozó előre kell bújni. Ők már lehet, hogy nem is fognak még szabad eget se látni, de a etológiai eleget a dolog működik. Közben nekem hátulról jelezték, hogy én nem vagyok tanár, és nem 45 percre vagyok kalibrálva, hogy vége az órának, úgyhogy
Köszönöm a figyelmeteket, remélem, hogy tudtam olyan dolgokat mondani vagy mutatni, amivel eddig még nem találkoztatok. Nem? És azt mondja, hogy csináltam. Jó, oké. Mert ezek olyan egyszerű dolgoknak tűnnek, vagy velünk élnek, és nem gondolunk bele, hogy így működnek. Igen, köszönöm a figyelmet. Meg vagyok lepve, hogy kedves Rangó barátom ilyen nyugodtan vett részt itt az óra menetébe. Én neveztem el őt. Az Ormos Intézet által készített egészségügyi témájú stúdióbeszélgetést tekinthetik meg a PRP Plus kezelés témában. Köszöntöm Önöket, stúdiónk vendége dr. Szegő Péter, az Ormos Intézet orvosigazgatója, szeretettel köszöntjük. Üdvözlök mindenkit! Nemrég beszéltünk a PRP kezelésről, hogy egy kicsit emlékeztessük a nézőket. Arról volt szó, hogy ugye úgy lehet az izületi porckopásos betegségeket kezelni, hogy az adott ember vérlemezkéit visszajuttatjuk magába a sérült porcba. Ezt most megtanultam. De ennek, ha jól tudom, van egy továbbfejlesztett változata, és mikor érdemes a PRP plusz kezeléseket alkalmazni? Így van. Alapvetően ugye, hogyha az ember elképzel egy ilyen porckopást, akkor Képzeljünk el egy porckopást. Nem arról szól, hogy az illetőnek elfogyott a porcboríték a csontokról. Nyilván, amikor előrefele halad ez a dolog, és már egy későbbi stádiumban találkozunk vele, akkor ezt is észleljük, hogy igen, hogy ott már nem nagyon van porc, de amíg ez alakul, addig nem a porc fogy el, hanem ha ránéz az ember, akkor nagyjából egy ilyen szőnyegbombázott felszínt lát. Berepedésekkel, kráterekkel, mindennel. Ez most a porcunk. A normálisan, hogyha megnézi az ember, hogy milyen az izületi belfelszín, akkor ezt látja, ezt a képet, hogy ugye szép sima, szép tükröző, nincsen rajta se bemélyedés, se kiemelkedés. Ez a tökéletes. Most ebben, hogyha elkezdenék mondjuk beleszúrkodni valamit, és kis krátereket képeznék rajta, meg berepedéseket az izületi felszínen, akkor látnánk azt a képet, ami az előfutára annak, hogy a porc felszín gyakorlatilag meg fog semmisülni idővel. Ezeket a krátereket, ezeket a berepedéseket, ezeket tudjuk ezzel a PRP kezeléssel, mint mondjuk hogyha egy felszabdott aszfaltot mondjuk kátyúznának, mi pontosan ugyanezt tudjuk csinálni az izületi porcfelszínnel, azokat a krátereket, berepedéseket, sebeket, amik végül is feltördelik a porcfelszínt, illetve a fájdalmat okozzák, ezeket ezzel az eljárásra meg lehet gyógyítani. Igen, mert a szervezet öngyógyító folyamatát indítja be azt, hogy a vérlemezkét oda injekciózzák, ahol a probléma van. Igen. Na most, hogyha ez egy kicsit előre haladottabb, akkor már nem csak arról szól, hogy a porcfelszín az tényleg sebes, és már vékonyodik is, hanem arról is szól, hogy az izületnek a kenését biztosító izületi nedv mennyisége lecsökken most. Hogyha a kettőt összevegyíti az ember, tehát vesz egy elforgácsolódó félben lévő porcfelszín, és azt még száraz környezetbe is helyezi, akkor kész a katasztrófa. Tehát akkor nem mozog, akkor már nagyjából a bejáródás, ami az elején még ennek a problémakörnek jellemző volt, az teljesen megszűnik. Nincs meg a kenőanyag, és tovább súrlódik az egész felület. Pontosan, és öngerjesztő folyamatként ez egyre több és több izületi sérülést fog tudni kialakítani. Nyilván hozzá fognak jönni olyan egyéni dolgok, hogy néz ki az illetőnek, a csípőről beszélünk, milyen hosszú a comnyakja, hogy helyezkedik el a comnyakon a combfej, a különféle kinövések, dudorok azok hol helyezkednek, még ehhez képest mennyire ütközik az adott izület, az adott porcboríték, az adott porcos kinövés a combcsonttal. Hát ezek olyan dolgok, amiket figyelembe kell venni. Ugye a PRP kezelés az a szervezet a porc öngyógyító folyamatait hivatott beindítani. Miben más a PRP plusz? A PRP plusz kezelés az annyit tesz hozzá, hogy amikor ezeknek a sérült izületeknek az izületi kenése is oda van, tehát már nem termelődik elég izületi folyadék, akkor mi az öngyógyító fehérjékhez képve, fehérjék mellé még adunk egy kenőanyagot is, ami ezt a száraz izületi mozgást, ezt a kenetlenséget ezt oldja meg. Tehát egyszerre tudjuk beindítani a sebgyógyulást, meg egyszerre adunk egy kenést, hova tovább az az anyag, amit kenésnek beadunk, az egyébként a sebgyógyításban is nagyon hangsúlyos szerepet visz. Tehát itt nagyon-nagyon sok legyet ütünk már egy csapásra. Tehát fogjuk, beindítjuk ezt az egész folyamatot, és adunk neki egy plusz löketet a PRP pluszba belehelyezett kenőanyaggal. Mindezt egyetlen egy szúrással? Mindezt egyetlen egy injekcióban, igen.
Tehát nem kell külön háromszor a kenőanyagot beadni, nem, külön az öngyógyító folyamatokat beindítani, hanem ez mind egyben egy kis koktél keretében. A kenőanyagot, amit ilyenkor alkalmazunk, azt egyszer adjuk, összevegyítve a PRP oldattal, tehát ez egy szúrásból megvan, a beteg igazándiból nem vesz észre ebből semmi más. Tehát az, hogy az injekcióban mi van, az egy dolog. Tehát nem kell kétszer szúrni, nem okozunk neki kétszer problémát. Attól még a vérlemezke injekciót, a sima vérlemezke injekciót, azt szoktuk tudni ismételni ezek után is, de a kenőanyagot már nem kell hozzá ismételni, ez benne marad nagyon hosszú időn keresztül az izületi résbe, és a vérlemezkékből kiszabaduló növekedési faktorok, a gyógyulásban résztvevő növekedési faktorok, azok ezzel együtt folyamatosan tudnak hatni. Mind múlik az, hogy valakinek a sima PRP kezelésre van szüksége, vagy már a PRP pluszra? Hát ez nagyjából a kopásnak a mértékétől függ, és az izületnek az egyéb viszonyaitól. Tehát ezt akkor tudjuk... azért kialakulhat attól is, hogy nincs elegendő folyadék, tehát hogy a PRP plusz az inkább javallott, nem? A kettő az együtt jár, így van, tehát hogyha valakinek a porc felszíne, a porcborítéka elkezd elfogyni, akkor onnantól kezdve ez magával vonza azt is, hogy az izületnek a kenése romlik idővel. Tehát, általában személyre szabottan szoktuk eldönteni azt, hogy kinek jobb inkább a PRP plusz, meg kinek lehet csak az alap PRP-t adni, és az is hatékony lesz. Ez általában tényleg személyre szabottan egyénileg dőle. És akkor ilyenkor jönnek a mankó eldobó történetek. Igen, gyakorlatilag ezt nagyon szeretjük, igen, hogy hát volt olyan páciens, aki síelni ment két nap múlva. Annyira rossz volt a térde, hogy... Sijelni ment két nap múlva. Igen, mondtuk neki, hogy ne nagyon csinálja, mert nem szeretnénk, 48 órát azért hagyjon ki, de ő azt mondta, hogy nem ül el, lecsúszik a lejtőn, és le is csúszott a lejtőn. Lecsúszott a lejtőn, de igen. Ezt nem átvitt értelemben értem. Nem, természetesen a sírécre kötve csúszott a lejtőn. Tehát akkor nem kell megvárni, hogy eljussunk odáig, hogy már csak a protézis segíthet, még előtte van egy megoldás. Ez a protézis felé vezető útnak a megszakítása tulajdonképpen. Tehát azt szoktuk mondani, hogy egy későbbi protézis beültetésnek az alternatívája tud lenni. Már egészen előre haladott állapotokban is segítséget nyújthat? Addig érdemes ezt próbálni, amíg még van porc felszín, amit tudunk regenerálni. Tehát ha nagyon előre haladott a kopás, hármas stádium, vagy pláne négyes stádium, ahol már tényleg azt látjuk, hogy csont-csonton forog, semmiféle porcbetétje nincs az izületnek, ott már általában azt szoktuk mondani, nem, itt már sajnos a protézis segít. Na de hát ez nem úgy zajlik, hogy kedden lefekszem egészséges izületekkel, majd szerdán fölkelek porc nélkül. Ez általában úgy szokott történni, hogy az ember a fejét beledugja a homokba, és éveken keresztül bejáródik, még nem lesz baj, kicsit dörzsölődik, még nem lesz baj, aztán utána előbb-utóbb csak eljut oda, hogy már más megoldás nincsen. Az elején kell elkezdeni gondolkodni. Minél korábban vetjük be ezt a kezelést, a hosszú távú hatásai annál jobbak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A műsor támogatója az Ormos Intézet, a hely, ahol ön is meggyógyulhat. Következő adásunkat jövő hét kedden este 6 órától tekinthetik meg, melyben aktuális rendezvény felvételekkel jelentkezünk. Keddadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még péntek adásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Valamint iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, ahol eddig adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetők. Nem utolsó sorban pedig kövessék a Kistelki Városi Televízió Facebook oldalát. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!